Ha el akartok érni később, kérdezni, tudakolózni, akármi, akkor itt van az e-mail címem. Az nem tudom, hogy mire mutat az a link, ami a nevemen van. Lényegtelen. Na most itt azt írtam, hogy telepítendők, ezt azért írtam most csak ki, mert hogyha netán valaki követni szeretné később ezt az egész tutoriált, mert a legvégén demózunk, akkor ezeket érdemes telepíteni a gépünkre, ezek mind, hogy mondjam, Windows kompatibilisek is, nem kell most teljesen Linux fangörcsöt kapni, hogy csak azon fejlesztünk. Én is Windowson fogom majd bemutatni a demót. Na, tehát a végeredmény repójámat természetesen ott elérhető azon a linken. Kezdjük egy ilyen kis érdekes dologgal, hogy elmélyítsük a tudásunkat abban, meg egy kicsit felismételjük azt, hogy mi történt a webalapok tanfolyam, vagy hát a tanfolyam alkalmon, igen. A webnek ugye az alapvető, hogy mondjam, keret története az a HTTP, ez egy nagyon jó protokoll, alkalmazás rétegbeli protokoll, majd később tanuljátok COMHAL1-ből, és nagyon jó benne, hogy a dokumentumok átvitelére tökéletesen működik, interaktívan lehet használni ezt az egész csatornát. És a böngésző, ugye láthatjuk, hogy két dologból áll a webnek ezen része, van a kliens számítógépe és a webszervernek a számítógépe. Kliens az, ahol a böngészőnk van, és ahol nézegetjük a weboldalakat legtöbbször. Na most, hogyha a böngészőbe, ezt nevezzük szakszóval user agentnek, beírjuk ezt a szerencsétlen URL-t, amit én most ide írtam, akkor a számítógép ugye a böngészőnek valamilyen portot nyit, ezt most csak kitaláltam egy portot, ez lényegtelen, majd elindítja az internetre ezt a requestet, ez általában egy HTTP request, ami valahogy így néz ki, ez egy kicsit lebutított változata, hogy is tud kinézni. Ugye az URL-ben láthatjuk, hogy mi az a forrás, amit szeretnénk lekérni, és akkor jó sok csomagolás, meg mindenen keresztül eljut a kérés a webszerver számítógépére, ahol is számítógépen belül két nagy rész dolgozik, az egyik a reverse proxy, erről most nem kell nagyon sokat tudni, a másik pedig maga a webserver app, ami itt most a webserver app, az a node appunk lesz. A kérést, tehát erre kell továbbítanunk, a reverse proxy annyit csinál, hogy megkapja ezt a kérést a 80-as vagy 443-as porton, ezek az ilyen híres HTTP és HTTPS portok, megfogja a kérést, továbbítja, mondjuk én most a programon, vagy hát a webappomban majd be fogom állítani, hogy a 3000-es porton működjön, továbbítja szépen a 3000-es porton a webserver appunkra, a nódos appunkra, és akkor a nódos appunkban történik valami ilyesmi, majd így fog kinézni a kódrészlet expressben, hogy a post, mint láthatjuk a post útvonalat választottuk, routing útvonalat, hosszú útvonalon meg fog történni a feldolgozás, valami történik ott hátul az úgynevezett backenden, és utána jön az, hogy továbbítani kell a legutolsó middleware-ben a dolgot visszafelé, a kliens számítógépe felé. Tehát ez a most pedig az indítványozó, ugye a webserver app. Átadja szépen a reverse proxynak, ő tudja, hogy hova kell visszaküldeni, és a HTTP response, az valahogy úgy néz ki, hogy megkapjuk a header-ben egy státuszt, megkapjuk, hogy milyen típusú adatot küldünk vissza. Én most azt mondtam, hogy küldjünk vissza egy ilyen szép kis statikus HTML fájlt, ami csak annyit csinál, hogy mint láthatjuk a böngészőben is, hogy megmutatja egy fő header-ben, hogy my first heading és my first paragraph. Tehát ez elérkezik ez a csomag visszafelé, kérésre megjött a válasz, a böngészőnk pedig dolgozgat az eredménnyel, és szépen feldolgozza azt, amit kapott, és megjeleníti szépen a böngészőnkben, amit akartunk. Tehát így működik ez a csodálatos web. Mielőtt még tovább mennék, így most a web működése az egy nem ilyen egyszerű dolog, egy kicsit bonyolultabb, de így ez a fő architektúra, és most szeretném feltenni a kérdést, hogy van-e kérdés?
Megállapítottam, hogy nincs több kérdés. Nézzük akkor meg, hogy mi is ez a Node app, vagy hát webserver app. Node az akkor most a, hogy mondjam, a motorunk, ami dolgozik a kérésekkel. Itt ez egy nagyon jó ábra arra, hogy hogy nézhet ki a Node.js-nek az architektúrája. A V8 az itt egy ilyen fontos dolog lehet, ha netán valaki találkozott ezzel a JavaScript motorral, ez nem véletlen, ugyanis ugyanezt a motort használja a Chrome vagy Chromium alapú böngészők is. Tehát a böngészőnek általában van egy ilyen fontos része a motor, ami feldolgozza az ilyen dolgokat, mint a JavaScript. A JavaScriptről meg már hallottatok ugye web alapokon, legalábbis ha valaki nem, akkor azt elmondom, hogy a JavaScript-tel lehet csodálatosan beprogramozni a böngészőnknek a működését, illetve a weboldalnak a működését, inkább azt mondom. És hát ugyanezt használja a Node is. A Node-nak van egy ilyen érdekes architektúrája, hogy aszinkron, tehát képes akár több kapcsolatot is egyszerre kezelni. Ezen kívül ugye láthatjuk, hogy esemény vezérelt, tehát ez, hogy mondjam, a Node.js végeredményben single threaded, ez azt jelenti, hogy egy szálon fut, de az esemény hurok bevezetésével képes aszinkron kéréseket kezelni. Hát nézzük meg, hogy a PHP az mit csinál, a Node mit csinál. PHP, vagy az ASP, framework, az úgy kezeli le a file kéréseket, például küldenek a klienstől egy kérést, hogy ezt a fájlt most szeretném megkapni, akkor úgy dolgozza fel a PHP backend, hogy ezt a feladatot átadja a file rendszernek, megvárja, amíg a file rendszer dolgozik, visszakapja ugye az eredményt, és magát, amit megkapott a backend, ez az alkalmazás, a PHP-s alkalmazás, ezt tovább küldi vissza a kliensnek. Ezután lesz újra elérhető a következő kérésnek a feldolgozására. Ehhez képest a Node.js ezt úgy csinálja, hogy a feladatot azt elküldi, csinálja meg szépen a file rendszer, közben ő azt mondja, hogy oké, nyitott vagyok a következő kérésre, csináljuk, csináljuk. És amíg történik a file rendszerben a kérés feldolgozása, addig a Node azt mondja, hogy feldolgoz egy másikat. Addig mással is dolgozik. Valósítja meg ez az event queue. Eventökön dolgozik. Tehát szerencsére a motorháztető alatt marad, hogy mi történik a dologgal, és mi csak a callback-ekkel fogunk ezen belül is megismerkedni. A JavaScript az most már biztosan egyértelmű, hogy JavaScript alapú, ezt már sokszor hallhattátok. Előnyös, hiszen az aszinkronitás könnyen kifejezhető ebben a nyelvben, a JavaScriptben, és ami még nagyon jó előny, hogy a frontend, tehát a böngészőnek is ez a saját nyelve, és hát ami még érdekes lehet, hogy ez egy interpretált nyelv, ezt majd később megértitek jobban is, hogy mit jelent az, hogy interpretált nyelv. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség bildelésre, a bildelés pedig azt jelenti, hogy a kódot lefordítani és megvárni, amíg lefordul az egész, hanem miközben fut, közben fordítja is az egész kódot, és így megy tovább a következő statementre. Na, habár azt most meg kell mondanom, hogy kicsit sajnálom, hogy nem a JavaScript-tel fogunk foglalkozni, hanem mi a TypeScript-tel fogunk foglalkozni, ami le fog fordulni JavaScript-re természetesen, és az fog futni a Node.js alatt. Nézzük meg, mire is jó a Node.js. Most szépen bemásoltam egy weboldalról, hogy mire képes a Node.js. Ugye nagyon jól tud lenni, hogy a React-tel és az Angular-ral, hát a React és az Angular, ezek frontend oldali jó kis framework-ök, ezek megszelidítik a JavaScript-nek a nehezen kezelhető részeit, és nagyon jó dinamikus, akár ilyen single pager-eket is lehet készíteni. Ez a single page, ez általában még annyival előnyösebb is, hogy a React az például azt csinálja, hogy a
képes ilyen, hogy mondjam, on-demand, nem tudom, hogy lehet ezt lefordítani magyarra, on-demand kérésekre, tehát hogyha éppen például, nem tudom, ismertek-e olyan weboldalt, ahol görgetsz lefelé, és éppen akkor töltődik be, miközben leértél a lapnak az aljára. Például erre nagyon jó a React. Most ennyit tudtam hirtelen mondani. És ehhez a Node.js például nagyon jól integrálható ilyen use case-ekre. Nagyon jó chat applikációkat lehet használni, ugyanis a WebSocketre is képes. Ha netán valaki hallott már a WebSocketről, akkor az úgy okés, ha nem, akkor ezt kicsit sajnálom, mert most én arról nem fogok sokat mesélni, de a kör biztos, hogy vagyok benne, hogy később is fogunk workshopokat tartani, például WebSockettel kapcsolatosan, mert lehet, hogy egyszer majd még használni fogjuk ezt a jó kis WebSocket dolgot. Ugye adatstreamelésre jó, láthatjuk, hogy itt van a Netflix. Netflix is ezt használja nagyon híresen. A PayPal is a Node.js-t használja a szervereim. IoT alkalmazásokra és mesterséges intelligenciára is. Ez nagyon érdekes lehet. Én még nem találkoztam azzal, hogy hogyan lehet használni mesterséges intelligenciára, de már láttam, hogy az autan széken pont foglalkoznak ilyesmivel, úgyhogy majd mesélek róla, ha netán találkozok ilyennel. Kaptam üzenetet, egy pillanat, azt megnézem. Meg tudnám nézni. Nem bénáznék annyit. Hú, nem üzen átjött, hanem Bálint jelentkezik. Igen, itt akart, hogy a mesterséges intelligencia, ez nem a TensorFlow-val lehetséges? Tehát, hogy az de biztos vagyok benne, igazad van. Ezt múltkor utána néztem, és akkor elvileg lehet egyébként, hogyha azt behúzza az ember, akkor igazából egészen meg lehet csinálni, csak nem tudom, hogy így a single-threaded tulajdonság miatt mennyire hasznos. Hát igen, az biztos vagyok benne, hogy Pythonnal jobban használható, de hát utána kell nézni. Én sajnos erről nem tudok mesélni, de örülök, hogy megemlítetted, mert igazad van, valószínűleg a TensorFlow-val kapcsolatos az, amit taníthatnak. Na, akkor még valami kérdés az a Node.js-sel kapcsolatosan, még beszélünk róla, nem, nincs még vége. Okay. Akkor nem itt említettem, meg nem tudom hol. Ja, itt van az Electron, igen. Ezt akartam még megemlíteni, hogy a Chromium böngésző fölé csomagolja tulajdonképpen az appodat. Ez az Electron. Ez az Electron egy olyan framework, amivel kliensoldali alkalmazásokat tudtok fejleszteni, tehát tulajdonképpen ha netán találkoztatok olyannal, hogy konzol alkalmazás, biztos találkoztatok már, akkor konzol alkalmazáson kívül lehet mindenféle fancy dolgokat fejleszteni a számítógépünkre. Mondok egy példát, a Discord az Electron JS-ben, tehát Electron framework-el épült, tehát az az érdekessége, hogy amikor elindítod a Discordot, akkor először indul el egy Chromium böngésző, és a Chromium böngésző fölé varázsolja az egész Discordnak a struktúráját. Ez azért lehet érdekes, mert JavaScriptben tudod írni tulajdonképpen az appodat, és úgy, mint egy tök jó, mintha böngészőben írogatnál weboldalakat. Szóval, ja, ezt az Electront most így nem fogunk vele foglalkozni, csak gondoltam, megemlítem, hogy aki Node.js-sel találkozott, vagy most fog találkozni, az könnyedén meg fogja érteni, ha netán az Electronnal is fog találkozni. Na, nézzük meg, mit is tartalmaz maga az egész framework. Tök jó, mert a framework az érdekes módon C és C++-ban íródott nagyrészt, de ez a része, amit C++-ban íródott, ez az a része, amivel rácsatlakozunk a webre, tehát az ilyen a V8, a Threadpool, az Event, meg a HTTP kéréseknek a feldolgozása. Ezek készültek ugye C++-ban, mert ez ugye nagyon könnyedén, gyorsan tud lefutni. Amit mi használunk ebből, az a standard library-e. És a standard library-ből lehet például ismeretes, hogy fölé csomagolták. Tehát, hogy mondjam,
a HTTP nodebindingra fölé csomagoltak egy sender library-t, a HTTP-t. Például a Kokáért itt láthatunk egy részletet, ezt nem fogjuk használni, de így nézhet ki egy nódos alkalmazás, ami csak annyira képes, hogyha ha fölmész a lokálhoz 8000 címre, hogyha ezt lefuttatod, akkor visszaküld egy Hello világ dokumentumot. Tehát csak ennyi fog megjelenni a böngészőben, hogy Hello világ. Tehát így nézhet ki egy nagyon egyszerű nódos alkalmazás. Ez nagyon neat. De akkor nézzük meg, hogy elég-e ez nekünk. Tehát, hogy ezekkel az alapvető standard library-kkel mondjuk úgy, hogy nehéz lenne dolgozni, nehéz lenne ilyen jó kis funkcionalitásokat létrehozni a webalkalmazásainkban, weboldalainkban. Tehát nézzük meg, hogy mikkel fogunk megismerkedni, hogy ki tudjuk egészíteni a tudásunkat, és hatékony fejlesztést tudjunk elérni a körtevékenysége során is akár. Az egyik ilyen fontos, gyakran a Node.js-sel együtt használt framework az az Express, egy gyors, egyszerű webes keretrendszer általános problémák megoldására. Habár a Node.js önmagában tök király tud lenni, az Express az pedig maga a hiánypótló gyógyszer, ami egy szelídebb API-t, tehát egy programozói felületet ad számunkra, és lehetőséget ad a middleware struktúra kialakítására. Ezekről majd mindjárt később mesélek, mi is az a middleware. Ez most egy varázsszó volt, csak hogy fölkeltsem a figyelmet. Jegyezzétek meg ezt a szót. Ami még segíti a fejlesztést, és nagyon jó eszköz, az az NPM. Ez egy code sharing platform, tehát egy csomag elosztó registry, megint angol szavakkal dobálózom, de hát ilyen ez a szakma. Tehát library-ket tudunk megosztani egymással, amivel ki tudjuk egészíteni a websájtunkat. Mindjárt magyarázom, hogy ez milyen lesz. De először is nézzük meg, hogy mi is ez a TypeScript. TypeScript lesz az, ami megszelídíti magát a JavaScript-et, mert hát nem tudom, mennyit értettetek meg, mennyit jegyeztetek meg webalapokból, vagy ha netán valaki már régen találkozott JavaScript-tel, de nem típusos, tehát hogy inkább úgy mondom, gyengén típusos a JavaScript, és a TypeScript ezt úgy segíti ki, hogy erős típusossá varázsolja a JavaScript-et, és fejlesztés közben is így legalább mindennel tisztában leszünk, hogy most milyen típusokkal dolgozunk. Arról nem is beszélve, hogy milyen jó hibakezelést tudunk vele megoldani. Na, akkor nézzük meg, hogy milyen különbségek vannak a JavaScript meg a TypeScript között. Ez egy ilyen kis érdekesség a JavaScript-től, hogy 10 nap alatt lett megalkotva, így egy nagyon apró laborban, és hát az lett a lényege, hogy ez vált később az úgynevezett ECMAScript-té, ECMA. Igazából ez is a hivatalos neve, nem az, hogy JavaScript. Ez az ECMA, ez az ügynökség, ami mostanában már gondozza ezt a nyelvet, és vigyáz rá, és frissíti, és talál ki újabb és újabb varázslatos dolgokat bele. Tehát az, hogy gyengén típusos nyelv, ez azt jelenti, hogy roppant kevés típus létezik benne. Number, string, boolean, objektum, undefined és null. Ez az utolsó kettő, ez érdekesen tud hangozni, de erről majd később magyarázok is. Ugye nem kell memóriakezeléssel foglalkozni a JavaScript-ben, ez már az összes modern nyelvre igaz, úgyhogy ez nem is újdonság, és ez az a varázslatos dolog, amikor útközben lefordítódik a kód, amit mondtam, hogy just in time, tehát nem kell megvárnunk, mint a C++-nál, hogy a fordító szépen végigmegy a kódodon, és szépen átfordítja a processzor számára érthető kóddá. Ez azt is jelenti, hogy ugye a hibák csak futás közben tudnak előjönni. Ehhez képest a TypeScript-ben a bugokat fejlesztési időben is el tudjuk kapni, észre tudjuk venni, és nagyon jó, hogy JavaScript-re fordítható, statikusan típusos, igazából ez a statikusan típusos, és az azt jelenti, hogy például akár itt a példában, vagy hát a példában láthatjuk, hogy ki tudjuk írni, hogy ez a paraméter szigorúan legyen csak string lehet. Viszont ha
ami érdekes lett a JavaScript-ben, hogyha ha egy, fogsz egy változót, arra beraksz egy ötös számot, ami egy number típus, az tök simán azt a változót fölírhatod egy stringgel. Viszont a TypeScript az szólni fog nekünk, hogy azt nem tudod megcsinálni. Nyelvi alapok közül nincsenek nagyon érdekes dolgok. Igazából, aki már C-vel találkozott, az nagyon sok mindent úgy fog észrevenni, hogy jé, nagyon hasonlít. Ami nagyon változó tud le, hogy mondjam, nagyon különbözik a C-től, hogy nem előre írjuk a típust, hanem előre csak azt írjuk, hogy var, let vagy const, és itt mutatok példákat. A var az ugye egy olyan globális változó, amit akárhonnan, akármilyen scope-ból elérünk, viszont a let, amit inkább használjunk gyakrabban, mert az életünket jobban, hát meg egy leegyszerűsíti, az pedig azt csinálja, hogy csak erre a block scope-ra le korlátozza. Tehát láthatjuk, hogy a scope az itt kezdődik, és itt végződik, tehát csak ebben lesz elérhető. Konstans pedig hát C++-ból is már láttátok, hogy mi ez a konstans, úgyhogy nem lehet olyan érdekes. És tehát, hogyha most nem tudok nagyon beleírni ebbe a kódba, nem, oké, nem tudok beleírni, de mondjuk, ha biztosan le akartam volna kötni, hogy ez az a konst, ez egy boolean, akkor úgy tudom megcsinálni, hogy egy kettős pontot írok utána, és utána írom, hogy boolean, mint ahogy az előzőben is láthattuk, hogy a param az egy string. Na, akkor nézzük típusok. Statikusan típusos, tehát láthattuk, hogy milyen varázs... Most pedig itt láthatjuk igazából, hogy milyen varázslatokat jelent ez. Na most az interfész dolgot azt nehéz elmagyarázni elsősöknek, úgyhogy ez így legyen maximum házi feladat utána nézni, hogy mi is ez az interfész. De ami fontos lehet ezek közül, amiket láthatunk, az maga az, hogy létezik ilyen, hogy any. Az any az azért jó, mert hogyha programozás közben nem tudjuk megállapítani, vagy lusták vagyunk, nem szeretnénk megállapítani, mert tudja a fene, hogy milyen típus volt az, akkor csak simán azt írjuk, hogy legyen ez a típus any. Ilyenkor még mindig az a törvényszerűség megvan, hogyha egyszer már használtuk valamilyen típusra, akkor azt a változót nem tudjuk felülírni egy másik típussal, tehát ilyen hülyeségeket nem tudunk elkövetni. Ami ilyen érdekes lehet, az az optional chaining, illetve a nullis coalescing operator. Ezek, hát most nem fogom sokáig magyarázni, de JavaScript-ben, hogyha szerettél volna biztosítani, hogy nem... Tehát, hogy nem egy undefined dolgon hívsz meg valamit, vagy keresel egy attribútumot, akkor muszáj volt egy ilyet csinálnod, hogy biztos, hogy ez nem, tehát, hogy elérhető, biztos, hogy annak az attribútuma elérhető, és az attribútumnak egy alsóbb attribútuma elérhető, és csak akkor tudtunk vele játszadozni tovább. Ehhez képest most már itt be van vezetve ez az optional chaining, megkérdezzük, hogy elérhető vagy? Kérdője. Akkor nézzük meg azt az attribútumot. Elérhető vagy? És akkor tudjuk tovább nézni a következő attribútumot. Ez annyit jelent, hogyha netán például valamelyik nem elérhető, akkor ez a foo, ez undefined lesz, és nem száll el a programunk, és hűl meg az egész. A nullis coalescing, ez annyit jelent, hogy leegyszerűsíti az életünket, mert undefined, tehát definiálatlan, nem létező, igen, változókat ki tudjuk kerülni, hogy hülyeség történjen a kódunkban, és hát régen például rá kellett kérdezni, hogy akkor létezik ez a változó. Ha igen, létezik, akkor szépen elmentjük. Hát ez unalmas, úgyhogy inkább azt csináljuk, hogy a foo-t azt úgy mentjük le, hogy vagy elmentjük tényleg azt a változót egy új konstansba, vagy hogyha amúgy meg null vagy undefined lett volna, akkor pedig egy default value-t állítunk be.
ugyanezt láthatjuk feljebb, de ez csak akkor történik meg a dupla, hogy mondják ezt, az egyenes vonalat. Nem jut eszembe. De ilyenkor azt nézi meg inkább, hogy a value az nem az, hogy null vagy undefined, hanem hogy false-e. És akkor most nézzük meg azt, hogy mi az, hogy false-i. Ugye kétféle boolean értékünk lehet, true vagy false. A false-i értékek a következők. Az az üres string, nulla, false, undefined és null. Ami érdekes lehet, hogy az undefined ugye azt jelenti, hogy az a változó az soha nem is lett még deklarálva, még nem is lett definiálva semmi által, tehát hülyeség volna meghívni azon akármit, felhasználni annak az értékét. Ilyenkor szokott ilyen öngészőbeli hiba előjönni, hogy hoppá, valami undefined. A null az csak annyit jelent, hogy ez egy ilyen érték, hát hogy mondjam, a nyelv szempontjából egy érdekes érték, illetve nem csak típus, hanem érték is egyben, ez azt jelenti, hogy az a változó az üres. Nem adtunk neki semmit. Ez a semmit jelenti tulajdonképpen. Hát ez szerintem nem olyan, vagy hát elég triviális, hogy az ifekbe csak bool értékeket írhatunk természetesen. És hát ez inkább már olyan fekete varázs, de egy dupla felkiáltójel operátorral boolenné tudunk valami változót varázsolni, amivel talán majd vagy már találkoztatok, ez az ilyen konstruktorszerű felhasználás, mint ahogy itt láthatjuk a boolean-nel. Remélhetőleg egy csomó dolgot így most tisztáztunk, hogy mi is a TypeScript-ben az újdonság. Igazából nagyon sok minden a JavaScript-re épít, tehát hogyha valaki már ismerkedett a JavaScript-tel, akkor ezeket ismerte. Például most az objektet is megnézhetjük, de hát ez úgy nézhet ki, mintha netán valaki találkozott egy JSON-nal, úgy néz ki egy objektumnak a kezelése TypeScript-ben, meg JavaScript-ben, hogy tulajdonképpen csak egy ilyen curly brackets közé tett attribútum halmaz. Fogom, elnevezem az attribútumot, adok neki egy értéket. Ez egyébként tök menő szerintem a nyelvben, ez az én véleményem. Jaj, a restructuring, ezt inkább hagyjuk. Meg tudunk olyat csinálni, hogy egy objektumban van két attribútum, a fu meg a baz, és ahelyett, hogy kiszednénk így egyesével, hogy a fu-t elmentjük az objektumnak a fu attribútumából, a baz meg a baz attribútumából, helyette csak kiszedjük a myObjectből a két attribútumot, és ezt a két curly bracket közé tudjuk így elkiszedni. Ilyenkor ugye az egy ilyen korlátozás, hogy ugyanazt a változó nevet kell használni, mint ahogy itt is használtuk az attribútumban. Lehet tömböket kezelni a nyelvben, természetesen azt így kell kezelni. A tömbök szögletes zárójelek között vannak. Akár csinálhattam volna egy tömböt ezekből a myobjectekből, az úgy nézett volna ki, hogy ide teszek egy szögletes záróját, illetve a végére, és akkor ez már egy myObject array lett volna. Tehát a nyelvben, hogyha netán nem implicit, tehát hogy expliciten ki akarsz írni egy tömböt, akkor azt így kell kiírni. Nagyon jó tömbön hívható tagfüggvények vannak. Igazából ezt az ember szerintem fejlesztés közben tapasztalja meg, hogy az egyes tagfüggvények mire jók. Van a filter, a for each, azt mindenhol használja már az ember. A map, reduce, sum, every, ezekkel szerintem útközben meg lehet ismerkedni egy Google kereséssel. Ami talán érdekes lehet, amivel szerintem még nem fogtok találkozni, már második fél évben nem találkoztok, harmadik fél évben Java-ból találkoztok majd a lambda kifejezésekkel, inkább úgy mondom, ahol olyan érdekes dolgot tudsz megcsinálni, hogy egy action-t, egy teljes akciót át tudsz adni a függvénynek. És itt is ugye azt csináljuk, hogy leszűrünk a tömbön szűrjük, hogy az itt, így nevezzük el azért az egyes elemeket, hogyha egy-egy elem kisebb, mint 3,
akkor azt kiszűrjük és belerakjuk ebbe az új tömbbe. Tehát ezt csinálja meg ez az egész dolog. Ez egy eléggé handy dolog tud lenni, úgyhogy ha ilyennel találkoztok, akkor érdemes utána nézni még többet, mert a lambdákkal foglalkozni, meg úgy általában a funkcionális programozással foglalkozni, az nagyon fancy és örömteli dolog tud lenni. Nagyon sok mindent le tud egyszerűsíteni, megkönnyíteni. Az utolsó az pedig szinte ugyanaz, mint a destructuring. Szerintem nem fogunk találkozni nagyon velük, úgyhogy most nem magyarázok többet róla, mert nincs nagyon időnk rá. Na most elértünk a függvényekig, hát egy függvény így néz ki. Function kulcs szóval kezdünk, elnevezzük azt a függvényt, beletesszük a változókat, vesszővel választjuk el a változókat, és hát nem muszáj megadni a típusát az egyes nem változó argumentumoknak, vagy paramétereknek, ilyenkor még paramétereknek hívjuk őket. Nem kell ezt a típust megadni, amit itt is láthatjuk, hogy number, tömb, ez egy number tömb. Viszont, hát hogy mondjam, ez a fejlesztés során ajánlott tud lenni. Én szeretem a TypeScript-et így használni. És akkor a végén kell megadnunk, hogy mit ad vissza. Ez a void, ez a C-ből ismeretes lehet, ez azt jelenti, hogy ez egy olyan függvény, ami abszolút nem ad vissza semmit. Ami érdekes lehet, az inkább, ezt már elmutogáltam, callback az a függvény, ami meghívódik később egy másik függvény által. Például itt a map, az függvényként egy callbackként használja a plus one függvényt, ez is egy nagyon csúnya, vagy hát nem csúnya, de ez egy érdekes megszólítása a függvénynek, az arrow function, amikor is úgy csináljuk, hogy elventjük a függvényt egy változóba, és a függvényt úgy csináljuk, hogy szépen zárójelezzük, és csak utána teszünk egy nyilat, és utána történik a függvényben a dolog. Ezek, és akkor a paraméterek ebben a zárójelben vannak, és a függvénynek ez lesz itt a neve. Itt is callbackként, tehát egy később meghívandó függvényként használja fel, mondhatni függvénypointerként, ezt még biztos vagyok benne, hogy CPP végén fogjátok tanulni. CPP-ben nem ilyen szép, de itt egy függvénypointerként használja fel a plus one-t. Igen? Azt szeretném kérdezni, hogy ugye lehet deklarálni úgyis függvényt ugye ezzel a function kulcsszóval, és hogyha azzal deklaráljuk, vagy használunk egy arrow function, az lényegében funkcionalitásában ugyanaz-e, vagy például functions kulcsszóval deklarált függvény nem is lehet átadni változóként egy például egy mapnek. Tehát, hogy most itt ugye a plus one-t adtad át a map függvénynek, és hogyha mondjuk a foo nevű függvényt akartuk volna átadni, akkor azt is megtettük volna, vagy ezt nem engedi? Jó, hogy ezt megkérdezted, mert valószínűleg hülyeséget mondtam közben. A foo-t is meg tudnánk adni itt a mapnek. Tehát ez egy ilyen... Inkább csak ilyen esztétikai szempontja van ennek a... Igen. Ja, ez megint olyan vallási dolog, hogy valaki a curly bracketet az új sorban kezdi. Jó, szupi. Ez ilyen dolog. De köszönöm a kérdést. Ami majd így később érdekes lehet, ez az async await megoldás. Ezt gyakran használjuk ugye a Node.js-ben, mert az is szereti aszinkron felhasználni a függvényeit. Amit majd később észreveszünk, hogy mikor is használunk függvényeket aszinkron, az Express-ben inkább azt mondom. Ugye itt az Express-ből mondjuk kimásoltam a tanulós projektből egy teljes middleware-t, egy teljes függvényt, és itt láthatjuk, hogy ez egy aszinkron függvény, ez azt jelenti, hogy a futása során az aszink jelzés megengedi a függvénynek, hogy aszinkron lehessen futatni. Most így eszembe jutott, hogy valójában nem nagyon mondtam el, hogy mi is az, hogy szinkron meg aszinkron. Szinkron fut például a C++, tehát hogy sorról sorra megvárja, amíg lefut a kód, annak a része, és megy tovább, megvárja, amíg annak a kód sornak lefut, meg lesz az eredménye, és megy tovább. Ez a szinkron feldolgozás.
A szinkron esetében például, hogyha ide nem tenném ide ezt az övéted, akkor a group.find van, az adatbázisban elkezdenek kutatni. Megy a kutatás ezerrel, de mégis adatbázisok elérése az roppant lassú. És az aszinkronitás az azt jelenteni, hogyha nincs itt az öveit, akkor tovább menne, és foglalkozva valami mással a kódunk. Ilyen ez a JavaScript. Viszont azáltal, hogy én ide tettem ezt az öveitet, ja, és aztán is kell mondanom, hogy ha nem várjuk ki az öveitel az eredményt, akkor ugye félre csúszik az egész dolog, és azt kapjuk meg, hogy error not found, miközben lefut a kód rendesen, visszakapjuk szépen a csoportot, és mehetnénk tovább a következő stázisra. De hát ezt ugye azzal akadályozzuk meg, hogy ide tesszük ezt az öveit kulcsszót. Kivárjuk ennek az egy hívásnak az eredményét. Ez nagyon fontos. Nem engedi tovább menni a további részekre a kódot. Tehát ez az összinköveit, ez így fontos és gyökeres része az Expressnek a használatának. Na, még nem expresszezünk, még amit mondtam, az NPM, arról is egy kicsit mesélek. Az NPM, ugye ez a Node Package Manager, ez így kifejezi, hogy mit is csinál. Node-hoz csomagokat menedzsel. Három részből áll az egész fogalom, mondjuk úgy, magából az NPM-nek a weboldalából, a parancsori alkalmazásából, és az egész registryből, tehát az adatbázisból, ahol el vannak tárolva a csomagjaink, amiket szépen összeraktunk és használhatunk. Tehát ez a JavaScript fejlesztésnek a teljes csomag regisztrie, inkább azt mondanám. Erre akár az ember föl is tölthet saját maga egy package-et a registrybe, azt hiszem teljesen ingyenes az egész. Tehát, hogy ennek az egésznek az volt az indítványozása, hogy legyünk minél inkább az open source hívei, és ennek egy példaszerű megvalósulása. Láthatjuk, hogy ez az NPM mennyivel populárisabb dologgá vált, mint például a PHP-nak a package-je. Ami érdekes lehet, hogy ennek a példájára indult el a PHP-nak a Composer használata. Akkor láthatjuk, hogy a Python programozásnak a csomag menedzsere, az a PyPI, az is még mindig nincs azon a szinten, mint az NPM-nek a szintje. Természetesen ez, hogy jelenleg 1,5 millió csomag létezik az NPM regisztriében, ez nem jelenti azt, hogy mind túl hasznos volna. Sokan úgy vallják, hogy az NPM az túlságosan populáris lett, és mondhatjuk, hogy olyan lett, mint a Facebook, hogy több a hülyeség, mint az értelmes dolog. Tehát ez, hogy populárissá válik egy registry, ez nem jelenti rögtön azt, hogy az akkor a legjobb, de az NPM-ről elmondhatjuk, hogy azt nézzük, hogy milyen funkcionalitása van, az pöpec, nagyon pöpec, könnyedén használható. Úgy beszélek, mint egy boomer. Szóval az NPM-et úgy használjuk command line, tehát a parancsorban, hogy szépen leírjuk azt, hogy npm install, és azt a package-et, amit megadunk neki, itt tudom én, express, szépen letöltjük. Azáltal, hogy utána írunk ilyen flageket, vagy inkább azt mondom, hogy optionöket, például a save, azáltal magába a projektünkbe fogjuk beimportálni azt a csomagot. Tehát onnantól kezdve annak a projektnek, aminek beírjuk ezt az npm install -- save-et, onnantól kezdve az a projekt részévé teszi ezt a package-et. Onnantól kezdve föl fogja használni. A save dev flaggel látjuk el, az azt jelenti, hogy azt csak a fejlesztés során fogjuk felhasználni. Ilyenkor ilyen flaggel olyan csomagokat szoktunk ellátni, mint például a tesztelési csomagok, mint a chai, meg a mocha, ilyen linterek, meg a nodemon, az meg arra jó, hogy
hogy ne kelljen mindig újra-újra és újra indítani a szerverünket, amikor próbálgatunk valamit. De ilyen dev dependenciába, tehát függőségbe fog kerülni majd a különböző TypeScript megvalósulása a mi saját csomagjainknak. Azt majd meglátjuk a demo során is. Ha nem bénázom el. Tehát ez az NPM, ez a deployt is meg tudja, hogy hát a deploy az megint egy külföldi szó. Az alkalmazás élő éles beállítását is meg tudja egyszerűsíteni. Csak simán, amikor valaki megkapja a kódunkat, meghívja azt, hogy npm install, és ami a projekthez kapcsolódott csomag, az simán föl fog települni a mi számítógépünkre is, és föl tudja használni a projektünk kódja, tehát a node. Na, az npm-mel és a TypeScript-tel kapcsolatosan elfelejtettem megállni, de van-e kérdés azzal kapcsolatosan, vagy az NPM-mel kapcsolatosan? Az se baj, ha most valaki teljesen meg van zavarodva, mert hát ez természetes, nem lehet két óra alatt egy teljes nyelvet megtanítani, hozzá még minden más framework-ot, meg ilyesmit, úgyhogy ez olyan dolog, hogy a körön belül úgyis meg fogod tapasztalni, tartunk workshopokat, segítjük egymást, úgyhogy nyugalom. Na, most a Node, az ugye, mint beszéltük, jó, hogyha megszelidítjük egy kicsit, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen framework-ökkel lehet megszelidíteni. Az Express, arról már majd később is beszélni fogok többet, de ez a három framework, a Sales, a Meteor és az Express, igazából csak építőköveikben mások, meg a lehetőségeikben, hogy mire tudjuk használni ezeket. Ezek mind webfejlesztésre használhatók, tehát webalkalmazást tudunk létrehozni velük. Míg az Express az nem köti le, hogy szervezd meg az applikációdat, ezt akarja az az unopinionated kulcsszó, addig a Meteor és a Sales az egy teljes létező struktúrát is ad neked, hogy mit használj, miközben fejlesztesz. Ez természetesen nem egy korlátozás, hanem egy segítő kéz. Ez fel tudja gyorsítani a dolgokat. Például akár most tudom mondani, hogy a Sales az majd, hogy nem hasonlít a Ruby on Rails, a Rails frameworkre, ugyanazt az MVC frameworket használja, ugyanúgy nagyon király ORM, tehát Object Relational Mapping tartozik hozzá, arról mindjárt mesélek. Tehát ez is egy segítség igazából, hogy struktúrába fejleszthetjük a dolgokat. Meteorról nem is kell beszélni, hát az full stack MVC-t hoz létre. Itt mutatom, hogy van ez a mean, ez egy ilyen híres stack, stacknek hívjuk a különböző fejlesztői technológiáknak az összességét. És itt a mean az egy rövidítése, a MongoDB-nek, az Expressnek, az Angularnak és a Node.js-nek az együttes használatára, és a Meteor az pont egy olyan framework, ami egy mean stack-et valósít meg, csak az Express helyett Meteor van. Tehát ez egy teljes stack-et egyszerűsít le nekünk csak az interfészre, és könnyedén használható. Most akkor nézzük meg, hogy a Sales az mit csinál. Ha el akarunk kezdeni egy sales projektet, az valahogy így néz ki. Feltelepítjük a számítógépünkre. Ez a G, ez azt jelenti, hogy globál, tehát ez ugye a számítógépünkre globálisan fogja feltelepíteni a sales-et, és a sales interfészén keresztül tudunk egy új projektet létrehozni. A sales az felajánlja nekünk, hogy mire akarjuk használni ezt az applikációt, ez is egy különlegessége a salesnek, hogy akár egy ilyen autorizációs, ilyen magas szintű applikációt tudunk már rögtön a legelején készíteni. Az MVC, azt nagyon sokszor említettem, ez a Model View Controller mintázatnak a rövidítése. Ugye legtöbbször ezt azért használjuk, mert hát ez egy nagyon jó struktúra, hogy van a kontrollerünk, a kód, amit nagyon szeretünk, hogy fut. Ez a kód egy másik kódnak átad adatokat,
frissíti a view-ot, amit majd később leküldünk a felhasználónak, és látni fogja. És a felhasználó ezen a view kódon keresztül tud akciókat szervezni a kontroller felé. Tehát a kontroller maga a kézben tartó ügynök. És ez az ügynök, tehát ez a kódrészlet, inkább úgy mondom, ez az, ami a modellel kommunikál. A modell az mit csinál? Ő tartja fenn igazából a kapcsolatot a kapcsolatot az adatbázissal, tehát az adatainkkal. Ő adja azt a felületet, amin keresztül elérjük az adatokat, és ő is adja szépen így az adatokat a kontrollernek. Tehát a sales az már ebbe a struktúrába becsomagolt mindent, neked csak tulajdonképpen függvényeket kell használni, meg különböző megoldásokat, amiket felajánl neked. Ez az ORM, ez egy nagyon hasznos dolog. A Rails-nek is van nagyon jó kis ORM-je, sőt, a Rails-nek szinte majdhogy nem ugyanolyan ORM-je van, mint a Sales-nek. Hú, de jó, Rimmel-nek is. Bocsánat, ez biztos hangos volt. Az, hogy Object Relational Mapping, ez egy nagyon jó kifejezés arra, hogy mit is csinál. Ez egy lemeppeli az adatbázis lekéréseket, tehát az SQL, nem tudom, találkozott már valaki azzal a nyelvvel, az SQL lekéréseket, ami az adatbázisnak a nyelve, azt így szépen, hogy mondjam, elrejti, és neked csak függvényeket kell meghívnod. A modell az pont erre jó, hogy a modell az egy reprezent, egy képviselője annak az osztálynak, amit használsz. Hú, megint OP fogalmakat mondok, amivel még valakit mondja már el, hogy hol tartotok most Rock 2-n. Mi volt a legújabb téma, legutolsó előadáson? Hát most kezdődik, tehát szerintem, azt hiszem ezen a héten kezdtük el az objektumokat így átvizsgálni, tehát szerintem ma, ezen a héten volt az első objektumunk, amiket létrehoztunk, úgyhogy nagyjából már szerintem tiszta lehet a kép lassan. Jövő hétre biztos. Na, hát akkor valami már biztos tisztább, hogy mit is takar egy objektum. Az objektum ugye az egy reprezentációja az adatnak, egy ilyen jól összecsomagolt egysége. És akkor ez itt tök jó, hogy az adatokat azt nem csak így táblázatokban tároljuk, hanem rögtön már objektumokká tudjuk szedni őket. Pillanat. Ezen kívül hát vannak ilyen varázsszavak, mint hogy asszociáció könnyű kezelése. Aki netán találkozott UML-lel, az tudja, hogy mit jelent. Viszont most szoftver technológiákat nem fogunk tanítani ezen az alkalmon. Az asset pipeline az talán egy kicsit érdekesebb téma, mert ez azt jelenti, hogy egy külön pipeline, tehát egy feldolgozó egysége van a különböző fájljaink, és ilyen extra dolgok, mint képek, meg JavaScript külső, tehát hogy frontend oldali JavaScripteknek a könnyed kezelésére és szervezet kezelésére. Tehát láthatjuk, hogy ez a sales, ez egy nagyon összetett és jól meggondolt rendszer. Itt láthatjuk egy ilyen kis screenshotban, hogy milyen, hogy is fog, tehát hogyha én lefuttatom ezt az egészet, akkor hogy fog kinézni a könyvtár rendszere. Előre már láthatjuk, hogy itt lesznek a kontrollerek, itt lesznek a modellek, itt lesznek az assetjeink, tehát az értékeink, a frontend oldali JavaScriptjeink, meg a képeink, amiket leküldünk, és akkor végül itt a view-ok, ahol szerkezgethetjük, hogy is nézzen ki az a HTML skeleton, amibe betöltjük az adatokat a kontroller segítségével. Szerintem a sales-szel nem kell többet foglalkozni, a Meteorral is csak röviden foglalkozunk. A Meteor az egy ilyen fancy dolog, mert amit mondtam, ez így full stack, tehát hogy ez a legteljesebb, amivel találkozhat az ember, Node.js fejlesztés közben jelenleg, természetesen van ezen a három frameworkön kívül sokkal több framework is, de ezt a Meteort ezt nagyon szokták szeretni a business nagyságú
cégek, ugyanis könnyedén és gyorsabban lehet, mondok most egy varázsszót, agilisan lehet fejleszteni benne. És mutatok ilyen érdekességeket, hogy ugye integrálja az Angulárt vagy a Reactot. Ezzel még sokan szerintem nem találkoztatok. Ez ugye, amit meséltem, hogy megszelidíti a JavaScript-nek a gyengébb tulajdonságait, és nagyon pöpec weboldalakat lehet, ilyen jó kis varázslatos, látványos weboldalakat lehet összerakni velük. És ezen kívül, ami még érdekes lehet, az a Cordova. Ez egy olyan, nem framework, inkább azt mondom, hogy egy runtime, ez egy olyan eszköz, ami lefordítja ezt a teljes JavaScript-es, meg HTML-es, meg CSS-es kódot, és kreál ebből az egészből egy Android alkalmazást, akár Android, de egy mobil alkalmazást. Lehet az Android, iOS, azt hiszem még talán a Cordova a Windows OS-re is támogat még. Aki netán találkozott az Ionic framework-kel, az biztos, hogy találkozott a Cordovával. Ugye az Ionic az külön egy tök jó dolog arra, hogy mobil alkalmazásokat készítsünk, és cross-platformon ugyanazt a mobil alkalmazást meg tudjuk akár a webböngészőben, tehát a számítógépen is jeleníteni. Tulajdonképpen a Meteor is ugyanerre képes. Itt láthatjuk, hogy ez is ugyanolyan, hogyha föltelepítjük, majd Meteor használatával létrehozunk egy projektet. Most a Blaze-t használtam itt. Ez a Blaze ez azt akarja, hogy a Blaze nevezetű frontend oldali, hogy mondjam ezt, framework-öt használja. Tehát ez nem Angulárt vagy Reactot használ, hanem a Meteornak egy ilyen sajátos, tehát a Meteor cég által készített saját framework-jét használja. Ez így néz neki, hogyha netán valaki fejlesztene benne. Itt is előre megvan adva a struktúra, bemész az imports API-ba, és az API-ban tudod szépen tulajdonképpen a controllert szerkezgetni. Itt a public-ban, most nem jutottam ki, de a public-ban van benne a view. Itt az API-ba tudnád, azt hiszem, nem tudom hova, de itt is lehetne a modellt is beállítani. Ó, most nézem, hogy ide leírtam, hogy mit csinál ez a Cordova. Szerintem menjünk tovább az Expressre, és ezzel remélhetőleg 10 perc alatt végzünk, és el tudjuk kezdeni végre a demózást. De talán valakinek van-e kérdése az előzőekkel kapcsolatosan? Egyébként csak azért mutattam be ezeket a framework-öket, mert ha netán valaki körnél elkezdene nálunk dolgozni, ugye mi eddig csak Express-szel dolgozgattunk, de ha valakinek kedve támad, például én nekem nagyon megtetszett a Sales, akkor ezekben a másik framework-ökben is kezdhetünk projektet, nem kötelező csak Express fannak lenni. Tehát, hogy mi is ez az Express? Az Express, ez egy nagyon puritán dolog. Amikor webszervert alkotunk a HTTP kapcsolat kezelésére, akkor észrevehetjük majd a fejlesztés közben, hogy sokkal készségesebb az Express, mint a tiszta Node, mert nagyon sok plusz funkciót ad, viszont nem annyit, mint az előzőek. Tehát sokkal több szabad kezet ad nekünk. Nem diktál semmi tervezési mintát, ez ugye az MVC, amit mondtam, ezt nem muszáj követni, viszont itt ugye már leírtam, hogy mi is az MVC-t fogjuk követni, mert ez egy jól bevált taktika. Vannak itt még mások, amiket fölírtam, de hogyha az embernek úgy van kedve, hogy én csak egy egyszerű alkalmazást akarok fejleszteni, akár egyetlen egy darab fájlba le tudja fejleszteni a teljes alkalmazását, és az így nagyon szépen futni fog, nagyon szép, vagy hát nem lesz szép, de futni fog, mert az Express az ilyen. Ugye ezt már elmondtam, hogy nincsen semmi programozási gyakorlathoz kötve, ezt akarja az unopinionated kulcs szó, amit nagyon szeretnek hangoztatni. Ez a lightweight. Szeretem az ilyen jó kis szakmai szavakat magyarázni nektek, úgy tűnik.
Az lightweight ez azt jelenti, hogy könnyű súlyú, ugye, angolról lefordítva. Tehát nem igényel sok tárhelyet, nem igényel sávszélességből sem igényel ugye annyit, mert nem kell annyi kódot átküldeni a böngészőnek a szerverünkről. Éppen csak annyit igényel, amennyit mi szeretnénk, és hogy mi mennyit szeretnénk, azt pedig azáltal döntjük el, hogy milyen csomagokat integrálunk bele az applikációnkba. Ezek a csomagok, amiket később is használni fogunk, pont azokat a dolgokat segítik ki, amikre már megoldás adnak a Meteor meg a Sales, például a modell meg az adatbázisnak a driverei. A kontrollerre arra nem fogunk nagyon sok mindent használni, a Vue-ra fogjuk használni az úgynevezett EIS-t, itt be is dobtam néhány technológiát. Ezekkel ugye nagyon könnyű az integrációja az Expressnek. Na most nézzük meg, hogy mit fogunk csinálni. A modell az ugye itt most az adatbázist fogja kezelni. Az adatbázis elemeit ugye ezen keresztül tudjuk majd elérni. Tehát a résztvevő adatoknak a képviselői lesznek. Most példa nem jut eszembe erről. A Vue-ra ugye az EIS fogjuk használni. Jó, itt szerintem nem húzom az időt szócsépléssel. Inkább megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése Express-szel kapcsolatosan, vagy hogy mit fogunk csinálni. Még egyszer megkérdezni, hogy mi az az MVC. Nagyszerű. Akkor lehet, hogy már bele tudtatok olvasni közben ebbe a middleware dologba. A middleware, ez egy nagyon jó varázsszó megint. Arra varázsszó, hogy, hogy milyen jó kis struktúrát tudunk használni az Express fejlesztése során. Elég sokszor megtörténik, hogy ugyanazt a kódot akarnánk felhasználni különböző kérések megoldására, és példának okáért most mondok egy nagyon jó példát. Minden egyes weboldal, tehát hogy minden egyes elérési útvonalnál szeretnénk, hogy megkérdezzük a felhasználótól, hogy neki van-e joga ott azon a weboldalon tartózkodnia. És itt egy nagyon jó példa, ez az is authenticated, ez pont erre kérdez rá, és lekezeli a dolgot, hogy most akkor van-e joga egyáltalán akármit is csinálni azon a weboldalon. És hát ez a függvény, most ez egy függvény, ez a függvény azt fogja csinálni, hogy a futása során, hogyha nincs engedély, akkor teljesen mást fog csinálni, mint amit ennek az elérési útvonalnak a legvégén kéne, hogy csináljon. Itt ezt azt hiszem, igen, ezt is a tanulósban használjuk, ezt a kódrészletet. Ez amikor egy csoportba szeretnénk belépni, hova kattintottam, nem jó. Akarunk lépni egy csoportba, természetesen az AutSCA-ban nem tudom, hogy most itt be tudok jelentkezni. Jaj, de jó. Yes. Itt van egy csoport, létrehozták a tanulón. Ja, ez most egy kis sneak peek, így fog majd kinézni a tanuló, amikor szépen az új látvány képe is felköltésre kerül. Ha netán csatlakozni szeretnénk, akkor mi fog történni? Itt tudok csatlakozni. Ez pontosan azt fogja leküldeni. Jaj, valahogy szeretném megmutatni, de hogy lehetne nagyon szépen megmutatni. Zseniális. Amikor erre rákattintok, akkor ugye leküldjük a szervernek, hogy szeretnénk jelentkezni. És itt láthatjuk is, hogy ez egy post típusú kérés, tehát ez nem csak egy sima get, hanem egy post, akkor szoktuk ezt a postot használni, amikor szeretnénk valami változtatást kérni a jelenlegi adatbázisban, és ilyenkor mi az a változtatás, amit szeretnénk kérni? Hát légy szíves, adj hozzá ehhez a csoporthoz engem is. És akkor láthatjuk itt a routingon, hogy a groups oldalnak egy ID alatt a joint használja. Itt pontosan ugyanezt látjuk. És hol a válasz?
A válaszra szerintem csak annyit kaptunk, hogy sikeres volt. Igen, 302 megtalálta ezt az útvonalat, és újra töltötte szépen, és megkaptuk a 200, az oké okay státusz visszajelzést. Tehát feldolgoztuk szépen, amire szükség volt. Volt jogom ott lenni, ezt a kérést leadni. Megkapta maga tehát hogy ez egy nem állapotmentes lekérés, tehát szépen lekérjük azt, hogy milyen csoportra szeretnénk változtatást kérni. Erre a csoportba az éppen kérő személyt berakjuk, és végül ez az utolsó függvény, itt megint használjuk ezt az arrow function-t, ez egy név nélküli függvény, ez csak annyit csinál, hogy ugye nincs itt a curly brackets, mert csak egy statement van, de ezt simán oda rakhattuk volna, átirányít ugyanarra a weboldalra. Ennyit tesz. Itt vannak ilyen jó kis kulcsszavak kiemelve. Nem tudom, nem is itt izélok. De, oké. Itt van a req, az a request. Ez minden olyan, ez az objektum, ez tartalmazza, inkább itt mutatom. Ez az objektum tartalmazza, ezt mindegyik függvény megkapja. Ez az objektum tartalmazza a kéréssel kapcsolatos adatokat, azt, hogy milyen címről jött, ki az, aki küldte, milyen IP címről küldte, milyen böngészőből, stb. A res, az a response-nak a rövidítése, ez az objektum tartalmazza azt, hogy fogunk reagálni. És ez az objektum, ennek van egy nagyon jó beépített függvénye, például a redirect, de vannak másféle beépített függvényei, a render, a send, a renderrel fogjuk majd tudni leképezni azt a view-t, amit szeretnénk visszaküldeni a kliensre. Send az pedig nem renderel semmit, az csak visszaküldi a kliensre az üzenetet, amit szeretnénk. Itt angolul leírtuk, hogy mit csinál a middleware. A middleware az azért érdekes, mert egészen addig nem megy tovább, amíg nincsen egy next hívva az egyes függvény. Az utolsó függvényben ugye nem kell a next, de az összes többiben, hát megmutatom azért, mert nehogy már ilyen szemét legyek. Hát ez jó sokáig tartott. Itt egy nagyon jó példa egy middleware-re, amikor majd lekérjük az összes posztot, mert ugye a mi projektünk az pont egy posztkezelő, vagy hát igen, posztkezelő lesz, akkor szépen leszedjük az adatbázisból az összes posztot, ha nem sikerül valami, akkor a next és a hibakódot továbbadva azzal tudjuk jelezni a következő middleware-nek, hogy hoppá, nálunk probléma volt. Ha minden okés, akkor ez a next, ez a return csak azért tettem ide, hogyha tettem volna valami plusz kód, akkor az ne fusson már le. Ez a next hívás, ez jelzi az Expressnek, hogy hello, végeztem feldolgozással, tehát tehát az is authenticated végzett, hívhatod Express a következő függvényt. Ez egyébként olyan varázslatokra is képes, hogyha előbb hívjuk meg a next-et, mint hogy minden dologgal végeztünk, akkor lefutnak a next utáni dolgok, viszont közben már elkezdődik a következő middleware-nek az indítása. Tehát next után csak olyan dolgokat szabad írni, vannak, akik azt vallják, hogy ne írjunk semmit, de olyan dolgokat érdemes írni, ami nem szükséges a következő feldolgozás számára. Az is authenticated-ben írhattunk volna a next után olyan dolgokat, amire nincs szüksége a get groupnak. Tudom én, visszaírja az adatbázisba, hogy megint bejelentkezett a pista. Oké, okay. Na most történni fog egy olyan varázslat, hogy elkezdünk fejleszteni. És már nem csak a böngészőmet szeretném mutatni, hanem a teljes. Ja, igen. Természetesen lehet kérdezni. Igen, annyi, hogy mi úgy tanultuk szerver oldali JavaScript tantárgyból, hogy ha a next-nek adunk valamilyen paramétert,
akkor az automatikusan hibaágra fog ugye áttérni, akkor a következő függvények azért még lefutnak, vagy akkor egybe dobja az egész függvénysort a francba. Igazad van, lehet, hogy butaságot mondtam. Én úgy tudom, hogy dobja az egészet, és vannak ilyen közös hibakezelő függvények. Mi is fogunk használni egy jó kis csomagot erre, és ha definiálunk egy error handlert, akkor az fog lefutni. Ez hát, is valami, hogyha... valami use-os cucc lesz, nem? App.use. Igen, igen, pontosan. Mindjárt mutatom. Igen, meg a másik meg azt akartam még kérdezni, hogy ez a router.post meg router.get függvények, ezek miben különböznek attól, hogyha úgy definiálom, tehát hogy ugye most te meghívtad a router konstruktorral a dolgot, és azt használtad, de ugye általában úgy szokták indítani, hogy az express konstruktort használják. Tehát, hogy te arra gondolsz, hogy azt szokták írni, hogy app.post, igaz? Igen, igen, igen. És akkor ott az express a konstruktorát használják előtte. Amikor azt használod, hogy app.post, igazából az app.post ugyanazt csinálja, mint a router.post. A router az begyűjti az összes olyan dolgot, várjál, mondjuk mutatom valahol. Hát, miért itt nyomkodom? Na mindegy. A router az tulajdonképpen fogja, és a saját, itt ugye létrehozzuk az objektumot, magát a routert, de ez egy singleton, hogy magyarázzam, a singleton az azt jelenti, hogy az egész kódban csak egyszer jön létre az objektum, az, amikor létrehozzunk külön-külön objektumokat róla, az igazából ugyanabba a statikus kódba fog átfordulni, vagy ugyanaz a statikus kód fog lefordulni. Itt, amikor ezt csináljuk, hogy router.get, akkor hozzáadjuk a router, tehát egy router struktúrához hozzáadunk egyetlen egy útvonalat. Itt is hozzáadunk egy új útvonalat, itt is hozzáadunk egy új vonalat. Amikor pedig azt írjuk, hogy app.post, ugyanezt csinálja. Tehát a kód az lehet, hogy más, viszont a funkcionalitás ugyanaz. Csak hát olyan, hogy közös ez a függvény, hogy mondjam, ugyanaz a kód fut le. Mondhatni, hogy az appba be van tartalmazva a router, és amikor az appon hívjuk ezt, akkor igazából a háttérben ő ezt a routerön hívja, csak. Csak magyar lehetőségünk van így is csinálni. A konstruktorban az még benne van ez a router konstruktor is. Pontosan. Okosan, köszi. Na, akkor ne itt szenvedjek, hanem hozzam létre szépen a projektet. Na, hát akkor nézzük meg, mit is kell csinálni a projekt létrehozásához. Visszamegyünk oda. Hol kezdtem? Itt kezdem. Szeretnénk ugye, hogy ez egy projektmappa legyen. Hogy mit csinálunk? Indítunk egy... Jaj, ebből nem sokat látok, igaz? Így már talán kicsit többet. Ja igen, én szeretek command line irogatni dolgokat. Ez elkerülhetetlen sajnos, hogy command line irogassunk dolgokat most. Ezzel most inicializáltunk egy projektet. NPM szépen létrehozza nekünk. Szerintem korábban mutogattam is, hogy hogyan néz ki egy package.json. Megnyitom a kódot. Igen, aki nem szereti a kódot, azt sajnálom. Én ezt a nem ide, hanem texteditor. Én ezt a texteditort szeretem, a Visual Studio kódot. Vannak, akik Xcode-ra, a Mac-en Xcode, vagy nem tudom mi a neve, vannak, akik a Sublime Text Editorra esküsznek. Hát én ezt szeretem, úgyhogy ezt fogjuk használni. Ugye így néz ki egy alapprojektnek a package.json-ja. Ez a package.json, ez így tulajdonképpen a projektet leírja. Jelenleg nincs is ilyen, hogy dependencies, mert még nem használunk semmilyen csomagot. Hát mit fogunk csinálni? Behúzzuk a csomagokat. Első dolgunk az legyen, én roppantlusta vagyok, remélhetőleg ez itt működik. A PipeScript-et szépen árakjuk arról az egészre. Ezért teszem fejlesztői dependenciába a TypeScript-et, mert ugye amikor, most képzeljük el, hogyha ez élőben futna valahol ez a szerver,
akkor nem a TypeScript-et fogja használni a kiszolgálásokra, hanem a JavaScript-et. A TypeScript az nekünk az eszköz, de a Node-nak viszont a JavaScript az eszköz. A TypeScript-et fogjuk átfordítani JavaScript-re, és ő fogja majd a Node a JavaScript-es kódunkat fogja használni. Ezt nagyon sokan rosszul szokták használni, és emiatt egy kicsit kelletlenül is nehezebb szokott lenni a projektjük. Currently, jó, ezt nagyon hülyén hungrisan mondtam ki, és a Node-emon az arra jó, hogy később tudjunk ilyen varázslatos command line parancsokat futtatni, és akkor ezután hozzuk létre szépen, vagy hát a package.json-ban ezt a használjuk is, amit most telepítettünk. A scriptek közé ezt a kettőt berakjuk. Frissült, ugye? Igen, frissült. Rakunk egy TSC scriptet, ez ugye a compilerünk, a TypeScript compiler, tehát fordító, illetve egy watchot, amit arra fogunk használni, hogy nem csak, hogy elindítjuk a szerverünket, de hogyha akármi változik a szerver struktúrájában, itt a fájlok között, akkor változzon meg a szerver is, töltődjön újra, induljon újra az alkalmazásunk. Itt is pontosan ugyanaz történik, újra fordul a kód, újra elindul a Node. Ez a Node-emon, ez pontosan erre jó. Na most, valami baj van? Nem, nincs baj. Remélhetőleg jól raktam össze a dolgokat. Na most TSC-vel inicializálunk szépen egy alkalmazást. Ez úgy történik, hogy npm run tsc, init. Mit csináltam? Nem mentettem le a Létrejött a TypeScript config fájlunk, és akkor itt ebben a TypeScript config fájlban el akarjuk tüntetni, vagy hát szeretnénk, hogyha a kimeneti mappánk az a build mappa legyen. Segítség. Itt van. Szeretem ezt a kommentet, és legyen a JavaScript-nek source-ja az a build mappában. Mostantól kezdve a build mappában fog történni minden JavaScript lefordítás. Ezen kívül szépen telepítjük az Express-t, meg a kis legfrissebb JavaScript és legfrissebb TypeScript-eket. Igen, itt pont fordítva csinálom, ugye előbb a type-okat húzom be, mert amikor ez történik, amikor hát a types, amikor ilyet írok, hogy kukac types per express, akkor a Node, az NPM-nek van egy külön tára csak a TypeScript nyelvű csomagokra, és az Express-nek a TypeScript nyelvű, hogy mondjam, interpretációjára telepítek először le. És csak ezután fogom a JavaScript-es Express-t telepíteni. Bocsánat, közben itt nem mondtam, hogy az installt azt lehet rövidíteni csak egy i-re. Tehát ezután fogom csak az Express telepíteni, hogy tényleg ezután, amikor létrehozunk egy alkalmazást, akkor az TypeScript-ben legyen. Na most, ez amikor, ezt most én nem command line fogom csinálni, hanem megnézzük, hogy mit jelent ez, amit ide írtam. Létrehozunk egy mappát, app néven, ebben lesznek benne a fejlesztményeink, és akkor ebben létrehozunk egy server.js-t, egy TypeScript. Létrehozzuk a kontrollereket is. Ebbe a kontrollerbe létrehozzuk szépen TS-t. Igen, ennyiben másabb ugye az Express használata, hogy nekem ezt most kézzel kell beírogatnom. Van, aki ezt szereti. Én például szeretem saját magam konfigurálni a saját applikációmat. Ha ez mind megvan, akkor mit is csináltunk? Szeretnénk, hogy elinduljon ez a szerver, úgyhogy bemásoljuk ezt a kódot.
Egy kicsit többet kéne mutatnom ebből. Úgy. És láthatjuk, hogy ez a kód, ez most... Ujjaj. Valamit elrontottam, de lehetőleg nincsen gond vele. Ebben fogjuk, ez a server.ps, ez fogja futtatni a szerverünket. Itt szépen használjuk az Expressnek a JSON feldolgozó képességét. Ezt azért kell ide beraknunk, mert ez majd arra kell, hogy fel tudjunk dolgozni post requesteket. Megint kell innom sajnálom. Illetve be is állítottam már, hogy 3000-es porton induljon el a szerverünk. Na most, hogyha nem indul el, akkor szörnyű világ lesz. Nem volt. Jés. Valamit kihagyhattam. Az importnál a welcome controllert egy könyvtárból próbálod, az nem a welcome controller.ts-ből kéne? Uh-huh. Igazából controllers-ben azáltal, hogyha létrehoztunk egy index file-t, lehet, hogy ott a probléma, hogy nem szerintem itt pont beírom. Hát, kicsit béna először, akkor beírogatjuk a dolgokat, a welcome controllerbe, aztán utána magyarázzuk. Most már lehet jó lesz. Nem találta a modult. Teljesen igazad volt. Na, azáltal, hogy most már tudja, hogy TypeScript-et ugye egy index.ps-ben kéne keresnie. Ez az index.ts, ez nekünk azért jó, mert minden ilyen, hogy mondjam, export terméket ezen keresztül tudunk majd tovább küldeni a szerverünknek. Nem kell mindig a szervernek a server.ts-ben beírogatnunk külön-külön, hogy jó, ne csak a welcome controllert szed ki a controllersből, hanem ezt, meg azt, meg amazt, meg újabb sorokat írogatni erre, hanem ez egy nagyon jó interfész, tehát egy ilyen köztes rész, ami kezeli ezt az egész dolgot. Ezt az Express igazából fölismeri, és tök ügyesen kezeli. Na, tehát mit csináltunk? Létrehoztuk a szervernek a kódját, létrehoztunk egy olyan kontrollert, amin csak annyi történik, hogyha rámegyünk a perre, tehát rögtön a root elérésre, akkor ki fogja írni nekünk azt, hogy hello world, ha pedig a hello per akármit beírjuk, ez így működik az Expressnek a query paraméter kezelése, akkor pedig nem azt fogja írni, hogy hello world, hanem hello és a megadott név. Ennyit csinál nekünk a szerverünk egyelőre. Most minden frissült, és még mindig baj van. Valószínűleg már kell neki egy kis segberúgás, hogy végre működjön. Igen, nagyszerű. Fölmegyek a lokálhoz 3000-re, megnézem, mi van, működik. Van egy webalkalmazásunk. Nézem, hogy működik-e a hello. Hello. Domain. És működik. Eddig ennyire képes az alkalmazásunk, van még 25 percünk. Mennyire haragudtok meg, hogyha tovább tartom egy kicsit az órát. Jaj. Nem baj. Remélhetőleg elérünk a megfelelő dolgokig, amiket szerettem volna bemutatni. Na most ugye, most csinálunk egy olyat, hogy mi van, hogyha én szeretnék statikus, tehát hogy nem változó weboldalakat kiszolgálni. Elmegyünk a tanfolyam weboldalára, csinálunk egy ilyen cseles dolgot, hogy lementjük, de csak sima HTML-be. Hát igen, én az Airsoftot próbáltam, igen. Lementettem sima HTML-be, ezt most fogom, és átrakom egy sokkal jobb helyre.
Méghozzá létrehozok egy új mappát, ilyen neve az, hogy public. Ezek lesznek a publikus elérésű dolgok. Annyit csinálunk, hogy ezt a publicot utána beleírjuk valahova. Jaj, ez persze, hogy az egészet kell, hogy másolja. Azt szeretnénk, hogy az Express az statikus dolgokat is kiszolgáljon. Van ennek az Expressnek egy saját ilyen statik nevezetű middleware-je, és pontosan, ahogy Bálint is mondta, az app.use-ba ugye lehet middleware-eket bedobni. Hát én bedobtam az Expressnek egy saját middleware-jét, a static middleware-t, ami minden egyes útvonalon először megnézi, hogy azt vajon egy public file-ra keres rá. Ezt visszacsukom. Tehát erre fog-e rákeresni. Hát is nevezem, mert ez roppant hosszú. Mostantól, hogyha minden jól működik, akkor képesek vagyunk egy statikus weboldalt is elérni a szerverünkön. Ezt úgy csináljuk, hogy én rádobtam a gyökér elérésre, és ide be tudom írni azt, hogy tanfolyam.html, ugyanis így hívják a publicban is ezt a fájlt. És hát milyen kis varázslatos dolog, simán elérjük az egész weboldalt, amit szerettünk volna. Ez egy statikus, tehát egy teljesen funkcionalitás nélküli weboldal, ez nem fog csinálni semmit sem a mi webalkalmazásunkkal. Minden, amit statikusan küldünk ki, az tulajdonképpen nem tud interakciót viselni magán. Tehát innentől kezdve ezzel a tudással, amit most megszereztünk, képesek volnánk ilyen one pager vagy single pager weboldalakat fejleszteni, amiket már meséltem, hogy ilyenek például az ilyen személyes portfóliók, ilyeneket nagyon sokat szoktak csinálni a fejlesztők maguknak. GitHub az nagyon jól támogatja ezt az egész dolgot is. Ilyen termékeket bemutató oldalak, vagy hát igazából most mondanám azt, hogy a Simonyinak a weboldala az egy ilyen one pager statik weboldal, ugyanis nagyon sok mindent ugye nem tudunk csinálni vele, ugyan csak eléréseket tudunk csinálni rajta, nem tudunk létrehozni saját objektumokat, meg ilyesmi. Ezek ilyen kiszolgáló oldalak információk közléséhez. Szóval eddig ennyit tudunk megcsinálni. Mi van, hogyha mi dinamikus weboldalakat akarunk létrehozni? Ugye nem mindegy, hogy kliens vagy szerver oldal, dinamikus weboldal. A szerver oldaliról mesélek egy kicsit. Ugye a szerver oldali dinamikus weboldal nem olyan, mint a kliens oldali, hogy mondjam, nem statikus oldalakat, hanem éppen a bemenet alapján, ami a query paraméter, ami például használtuk a hello-nál, itt ez egy query paraméter, ezek alapján generáljuk a szerver oldalán, tehát itt generálunk egy weboldalt. Tehát egy input, fekete doboz, output. És az input az hatással van a kimenetre. Tehát beletölti a szerver a megfelelő tartalmat a mi skeletonunkba, ugye egyelőre még nem használunk semmi skeletont, ez amit itt használunk, ez nem egy skeleton, ez már egy meglévő weboldal tulajdonképpen. És csak ezután küldünk tovább ugye a frontendre. Na. Ja igen, a terveket nem mondtam el. CRUD alkalmazást fogunk létrehozni, ez a CRUD. Itt láthatók, hogy mikre képesek a CRUD funkciók. Úgy tűnik már hallgattátok a Zsombornak az előadásait, úgyhogy biztos tudjátok, mit jelent már. Nem mindenki, de biztos tudjátok páram, mi az a CRUD. Ez a létrehozás, az elérés, az olvasás, az adatnak a frissítésére és törlésére képes alkalmazásoknak a funkcionalitását hívjuk CRUD funkcióknak. Ezeknek az összessége a CRUD funkciók. Tehát, hogy ezt szeretnénk, hogy posztokat lehessen létrehozni, megnézni, módosítani, törölni, és végül is egy ilyet is szeretnénk majd a legvégén megcsinálni, hogy lehessen szavazni. Tehát nem szavazni, inkább tetszikelni, vagy
upvotolni, downvotolni a posztot. Ehhez kezdjük a kontrollerben, hogy mit is kell becsapnunk. Ugye már van egy welcome kontrollerünk, de mi most szeretnénk egy post kontrollert is. Általában objektumonként szoktuk létrehozni ezeket a fájlokat, tehát hogyha most új objektumokkal, tehát posztokkal foglalkozunk, akkor egy új kontrollert hozunk létre neki. Ebben a kontrollerben egyelőre nem csinálunk semmit, beírtuk az elérési útvonalakat. Én ezt már előre megterveztem, tehát ennél valószínűleg lassabban történik egy fejlesztés, mint amit én most bemutatok, tehát hogy ez itt már egy átgondolt megoldás, amit itt használunk minden egyes útvonalra. Egyelőre most erről nem magyarázok, majd kicsit később. Server.js-ben szeretnénk használni az indexből ezt a welcome control, vagy hát a post controllert. És ezt hogy tudjuk elérni? Amit elfelejtettem szerintem. Nem felejtettem el. Az indexbe a welcome controller után meg kell írnunk a post controllert is. Innentől elérhetővé válik a szerver számára ez is, csak annyit kell csinálnunk, hogy azt hiszem a Ctrl-T, és hozzáadjuk a kontrollerből ezt is. Ez csak a VS Code-nak egy ilyen segítsége, hogy ilyet is tud varázsolni nekünk. Tehát a posts előtag után, tehát mindig az elérési útvonal úgy fog kezdeni, hogy posts, és a posts után tudjuk beírni ezeket a kéréseket, amiket ide most beírtunk a routerbe. Na, akkor. Ha már a kontrollerünk tök faszán fel van értezve, csináljuk már meg a view-t is. Ehhez egy view engine-t, tehát egy teljes motort fogunk használni, az EIS-t. Létrehozok egy új est, és telepítjük is ezt a EIS csodát. Be is állítjuk utána a szerverünkön ezt az EIS-t, hogy használja. És letöltjük azt a sablont, amit én most előre elkészítettem, illetve a úgynevezett UI designerünk előre elkészített, és ezeket, hogyha le tudnám egybe tölteni, az tök jó lenne. Miért töröríti? Na, és mindezt szeretnénk jó mappánkra betenni. Okay. Itt a főgyökérben létre ezt a view mappát. Becsapjuk hozzá az összes forrást, amit szeretnénk. Nagyon jó. Na, beállítottuk az EIS-t, mindenünk megvan, remélhetőleg nem halt bele a Node sem. Akkor partial részekre tudnánk szedni ezeket a view-okat, és szerintem elég sok mindenhez használtam is a pár... Ó, jaj. Igen. Na, ez egy ilyen kis EIS bevezető. Ugye nagyon sokszor észrevehető, hogy egy HTML-ben vannak ismétlődő részek, például ugye a head, vagy az elején lévő, ilyen body-nak az elején lévő header-ök, meg ilyesmi. Ezeket szeretnénk eltakarítani, csak egy rövidítés, ez itt, én itt csalok, egy rövidítés berakni a helyére, méghozzá úgy, hogy kiszedem azt a részt, ami ismétlődik a HTML-ből, berakni ezt a rövidítést. Én tudtam, hogy eddig kell kihúzni, tehát hogy nincs ebben semmi varázslat, ezt megcsinálom az összes olyannál, ahol már nem csináltam meg előre, ilyen kis demonstrációként.
Ezt majd ti is magatoknak meg tudjátok majd próbálni. Remélhetőleg nem rontottam el egyik HTML-t sem, amit a skeletonokat. Ez pedig már más. És hát ugye ugyanez megtörténik a végén is a dolgoknak. Ezek is ismétlődő részek. Megváltoztatom őket. Aggódjatok, hogy most a behúzásokat azt nem javítom ki, ez most ilyen csúnya fájlok lesznek. Amúgy sem, hát ilyen szakértői akarunk válni most, nem inkább a backend-el akarunk foglalkozni. Na, igen, le van mentve minden. És akkor nézzük meg, hogy mik vannak ezekben a partial-ökben. Ugye a header-be kiszedtem a dolgokat, partial-nek hívjuk az ilyen rész egységeket. Footer-ben pedig van egy ilyen érdekes dolog, hogy Need.js. Ugyanis az egyik weboldalon, amikor kimutatjuk az egyes posztokat, akkor szeretnénk majd a gombokkal is játszadozni. Erre pedig létrehoztam egy jó kis JavaScript fájlt, és ebben a JavaScriptben ezzel valószínűleg találkoztatok a bevezető, vagy a webes alapokon, így működik egy frontend oldali varázslás, amikor szeretnék valamit leküldeni a webszerverünknek. Itt vannak ilyenek, hogy Document Query Selector példának okáért, és akkor megszerzi a DOM-ból, a Document Object modellből a Thumbs Up Button idejű teget, illetve objektumot. Tehát a view-jaink is nagyjából összeálltak már, az majd később kell. És az error handler, hát természetesen azt még nem raktam fel. Az error handler csak azért szeretném használni, mert ez tök menő dolog arra, hogy meg is lássuk a weboldalunkon, hogy mi is volt a hiba. Ne csak az legyen, hogy valahol máshol látjuk meg a hibát. Természetesen jó beszédes az Express is, úgyhogy nem kéne ettől félni, tehát itt megkapnám szépen a terminálomban a dolgokat, de én szeretnék egy ilyen jó kis plusz middleware-t becsapni a dologba. Tehát a szerverbe is megmondjuk, hogy használja ezt az error handler-t. Mit csinálok? Behúzom. Ugyan ezt a control p-t használtam. Ez egy ilyen rövidítés arra, hogy milyen megoldást tud adni nekünk a Visual Studio kód. Na, akkor nézzük meg, hogy működik-e valami egyáltalán. Működik. Nem most szeretném szerintem megnézni, hogy működik-e. De valószínűleg még a dolgok, amiket szerettünk volna. Mert nem is ezt akarom. Hello World még működik. Működnek-e a posztos dolgaink? Egyelőre nem. Miért is nem? Már még tök üresek. Ezek a kontrollerek egyelőre nem csinálnak. Még az utolsó middleware is csak annyit csinál, hogy semmit. Semmit se csinál. Úgyhogy akkor megoldás. Hú, ezt megváltoztattam. Tehát mostantól elvileg a welcome megváltoztathatjuk olyanra, hogy használja ezt a csodálatos alias-t. Használni fogjuk a welcome mappának az index mintáját. Itt egy olyan furcsaságot csinálunk, mutatjuk is, hogy úgy küldjük le a renderernek, tehát az EIS renderernek, külön megadjuk, hogy mit használjon, milyen bemeneti adatokat. Ehhez csak egy options objectet kell létrehozzunk, amiben megadjuk, hogy miket szeretnénk megadni. A name az legyen a name. Ezt röviden úgy is megadjuk, hogy csak ennyit rakok a name.
mert ugyanezt a változót ugyanazzal a kével használjuk. Elvileg most már az RISS fancy weboldalunkat fogjuk látni a lokálhoznak az eredeti elérésén. Cannot find RIS. Azért, mert újra kéne indítanom. Használom az RIS, oké. Okay. Lehet néznem. Fantasztikus. Rosszul telepítettem valószínűleg. Vagy nem is telepítettem. Á. Nagyszerű, ott van. Na, ezek szerint eddig elfelejtettem telepíteni. A tutoriálban biztos benne van, csak én vagyok hülye. Tehát itt van az error handler. Meg fog siratni. Welcome index infuse directory. Hát ez eddig nekem nem jött elő. PostBasics per views. Ilyen minden tanfolyamon elő szokott jönni, csak nem ilyen erőszakosan. Nem lehet, hogy nem használta a relatív útvonalat. Egyébként a view engine, tehát az RIS-nek az alap útvonala az simán a view. Mert hülye vagyok, mert nem simán view, hanem views többes szám. Aha. Geniális. Most már nem, igen. Itt is mondja, is hogy van, nincs igen. Is ilyen mappa. Megöltem a kódot. Vagy mert éppen benne vagyok. Vagy mert éppen használom. Oké. Okay. Zseniális. Minden jól megy. Hogy az úgy néz ki, mint egy JS One objektum. Igen. Ez egyébként. Ez szomorú. Hát, köszönöm. Jézusom, és működik. Olyan a Hello is működik. Wow. Ez is működik. Azt hittem, hogy a különleges karakterekkel meg fog halni, de ezek szerint nem. Nagyszerű. Tehát elértünk odáig, hogy ugye át kéne alakítani ennek megfelelően a posztoknak is a view-jait és kontrollereit. Hát a view-okra először is a kontrollerben csinálunk egy ilyen varázslást. Igen, ezt nem így akartam. Méghozzá átírjuk ezeket, hogy a rendeleléseket megcsinálják Jézuson. Nem baj. Ugye most annyit változtattam, hogy a legutolsó middleware-ben ne csak a semmibe lógjon a middleware, hanem záródjon le a láncolat, és rendeljük ki szépen a megfelelő fájlokat, amiket itt megírtunk. Tehát a new oldalán az edit new, azért használjuk együtt az editet, meg a new oldalt,
Mert igazából, hogyha most ez ilyen filozofálás, elképzeljük, hogyha van egy formunk, amit ki kell tölteni, akkor általában, amikor változtatnánk egy objektumon, például most a poszt létrehozásánál, a poszt létrehozásánál ugye teljesen üres a form, de amikor a posztot módosítani akarjuk, akkor ugyanazt a formot látjuk, csak előre kitöltve az adatokkal, amiket szeretnénk megváltoztatni. Úgyhogy együtt használunk erre egy közös szkeletont, amiben beletöltjük majd később az adatokat. Na, ha minden igaz, akkor ezek után már működni fog. Error handler. Jó, hát én megcsinálom, de hát én már ezt lefuttattam, tesó. Működnek el az elérési útvonalaink. Na, szeretnénk, hogy ne legyen ugyanaz a probléma mindegyiknél. Nézzétek a kezem, mert talok. A legjobb erőssége egy fejlesztőnek a Ctrl-C, Ctrl-V alkalmazása. És a hülyeségeinek a kiszűrése természetesen. Nagyszerű. Most ide bepakoltam, amikor készült ez a szkeleton, mondhatjuk úgy, beraktam ilyen példa posztokat, és így fog kinézni egy-egy posztnak a külseje. Amikor létrehozunk egy posztot, így fog kinézni illetve amikor változtatunk egy posztot, így fog kinézni annak a formja, amikor ránézünk egy posztra, az pedig így fog kinézni. Az edit, meg a delete, az majd egy külön funkcionalitás lesz. Nagyszerű. Elértünk odáig, hogy működik az EIS. Fantasztikus. Remélhetőleg most már robogunk tovább rendesen. Itt mindjárt elmagyarázom rögtön ezzel, amit most történik, hogy mi történik ezekben a időverekben, amikor bemásolgatom őket. Mit másolok, mit nem másolok. Na most képzeljük el, hogy én kézzel beírogattam minden egyes lezáró, ezek ugye a lezáró middleware-ek, ezek az utolsó middleware-ek, ezek után nem történik semmi feldolgozás az egyes útvonalakon. Tegyük fel, hogy én kézzel beírogattam, hogy hát amikor a fő útvonalon keresünk rá a posztokra, akkor ugye a get posts oldalnak kell bejönnie. Amikor new, akkor nincsen semmi middleware, ami le kell, hogy fusson, csak jelenjen meg az a form. Hogyha netán az új létrehozásnál szeretnénk a változtatást, tehát hogy létrehozni azt a posztot, akkor le kell futnia egy köztes middleware-nek, a create postnak. És így tovább. Amikor editelni akarunk, akkor lekérjük a posztot, azzal ugye abban az állapotban vagyunk, hogy megvan már a poszt, innentől kezdve kiírhatjuk, hogy változtass, mit akarsz változtatni. Természetesen, amikor megnyomta a frontenden, tehát az editen megnyomja a submit gombot, akkor már az egy posztkérés lesz, és azt szeretnénk, hogy már ezt a posztot frissítsük is fel az új adatokkal. Ugyanez érdekes módon a thumbs up, a thumbs down-nál ugyanígy egy ilyen kis logika, nem lesz nagyon bonyolult kód, ugyanez a delete-nél, és kész is vagyunk. Most csak azért ilyen hamar csinálom, mert azt gondoltam, hogy nem fogok ennyit fázni az elején. Nem baj. Itt most mutatok egy példát, hogy hogy is fog kinézni egy-egy middleware. Ezeket a middleware-eket hol fogjuk létrehozni? A controls, controllerben már nem akarunk újabb mappát létrehozni, úgyhogy az appon belül létrehozunk egy middleware-s mappát. Azon belül is a posztoknak létrehozunk egy. Azt
Tehát fájt, amiben szépen bedobjuk, hogy hogy fog kinézni az összes idővel. Hát ugye most jó lett volna, hogyha én ezt cheat sheetre kirakom, de csalunk, kicsit változtatunk a lépéseken, és rögtön megírjuk a midővereket, amik működni fognak nálunk. Nem így akartam. Igazából az eredeti tervem az lett volna, hogy csak simán elnevezgetem azt szerint, a minta szerint, amit itt bemutattam, csak simán így elnevezgettem volna a dolgokat, hogy a function name helyére beírom azt, hogy get post, meg miket használunk még, thumbs down post, delete post, thumbs up, update, és aztán meg a create post, ennyi. Most egy kicsit csalunk, és a előadás későbbi részeiből ezt gyorsan bemásoljuk, és csak ki szedjük az igazi biznisz logikát. Lenne erre valószínűleg gyorsabb módszer is. Sietek, hogy ne haszontalanul töltsük el az időt, ami marad. Túl gyors vagyok, útközben kérdezgethettek, hogy mi az Istent is művelek itt lányos zavaromban. Na és akkor az egyes. Ugye ezt a next-et ezt már magyaráztam, hogy ez mit csinál. Ez annyit csinál, hogy tovább engedi a futást a következő middleware-re. És hát ugye ezek a middleware-ek, amiket most én itt megírtam, azok önmagukban csak egy köztes láncszemek, nem ők a lezáró middleware-ek, ezért tovább engedem a feldolgozást a következőre. Na most, itt, hogyha minden jól megy, akkor működik az impó. Zseniális. Még azt hiszem, 2 van. Ne, nem mondod, hogy hülye vagyok. Oké, lett volna egy ilyen, hogy az összes fennmaradót beszedjem. Na most beimportáltuk az összes middleware-t, amit idézőjelesen megírtunk. Mivel ezek most jelenleg csak annyit csinálnak, hogy továbbadják a dolgokat, ugye, hogyha most megnézném, akkor még mindig csak ugyanaz történik, ami eddig volt. Semmi különös, ők csak ilyen dummik egyelőre. Viszont eljutottunk arra, hogy ideje modellekkel is foglalkozni. Tehát az adat, úgy gondolom inkább, hogy a föl kell állítanunk az adatbázisunkat. Adatbázisként a csodálatos MongoDB-nek egy példányát fogjuk használni. Első dolgunk az legyen, hogy ne úgy, mint ahogy az előbb én csináltam, ezzel telepítjük ennek egy nagyszerű driverjét, a Mongoose-t. A Mongoose ez nem maga az adatbázis. Az adatbázist akkor inkább úgy mondom, hogy a DBMS-t, azt majd Gajdos Tanár úrnál szépen tanuljátok, hogy mi is az. Azt én már telepítettem a MongoDB-vel. Az már alapból az én számítógépemen rajta volt. Types. Csinálok. És ezek után szervernél el is csatlakozom egy létrehozott adatbázisra. Hát mondjuk itt jó lesz. Mongoose-t beszerezzük.
Okay, nem tudjuk beszerezni, ez elég szomorú. Nagyszerű. Ezt a csomagot is szépen beintegráltuk. Jaj. Igen. Most ugye jelenleg mit csinál ez a Mongoose? Keres egy olyan adatbázist, amit POST-nak hívnak. Én most elnevezem ezt az adatbázist POST-2-nek, ugyanis az én korábbi adatbázisomat hívták POST-nak, és nem szeretném törölni, akármennyire is jó dolog volna. Úgy tudunk létrehozni, hogy ezt a Robo3T-t, hogyha használjuk, ez egy nagyon jó GUI a DBMS kezelésére. Na most a GUI-ban létrehozunk egy új adatbázist, elnevezzük POST-2-nek. Nagyszerű, ez egy tök üres adatbázis egyelőre. Ezt most nyitva hagyom, és ez nagyszerű, hogy ilyenkor írtam ide. Egyelőre beraktuk, beintegráltuk csak az adatbázisunkat. Most már szeretnénk valamit kezdeni is ezzel a modellel, szeretnénk létrehozni. Úgyhogy első dolgunk az legyen, hogy létrehozunk egy mappát a modelleknek, és létrehozunk ezt a posztot. Csinálunk neki egy jó kis interfészt. Egy ilyen varázslatos dolog erre, hogy miért így építettem fel a dolgot, arra van teljes magyarázat, amit szerintem... itt van. Ha erre a linkre rámentek, akkor itt szépen angolul elmagyarázzák, hogy miért ez a best practice a Mongoose használatára TypeScript alapokon. Ez az interfész az, amit nagyon jól elmagyaráz, hogy miért a Mongoose-nak a dokument osztályát extendeli. Az extend az azt jelenti, hogy leszármazik a dokumentből. Most mit csináltunk? Hoztunk létre egy sémát, a posztunknak van címe, tartalma, számoljuk, hogy mennyi upvote, downvote van, megnézzük, hogy mikor készült, és hogyha a felhasználó szeretné, akkor ki tudja kapcsolni a az upvote és downvote-olást a posztja alatt. Létrehozzuk ebből a sémából a modellt. A modell lesz ugye tulajdonképpen az, amit mondtam, a képviselő közeg, az adatbázis, és az adatok és az objektum tulajdonsága között. Tehát innentől kezdve, ha bár ez a poszt, ez egy osztály, mint láthatjuk, tehát ez egy poszt osztály lesz, viszont ezt az osztályt használhatjuk, mint egy ilyen interfész. Nem ez lesz az objektum, ez csak az osztály. Na, csinálunk egy ilyen magic-et, hogy létrehozzuk az abban ezt az új mappát, hogy types, és index.d.js. Ebben a fájlban szokták újra definiálni a dolgokat az emberek, hogyha szeretnék. Itt is ugye újra deklarálom a globális névtérben, meg az alatt az express névtérben, hogy a request típusú objektumok, ugye amit mondtam, az a req, req, az mostantól tartalmazzon két új attribútumot, az egyik az a posts, amelyben több posztot akarok kezelni, a másik pedig a post. Ezzel tulajdonképpen egy új, nem egy, kettő új állapot teret hoztam létre a feldolgozás során, ugyanis mostantól a post controllerben, nem post controllerben, a middleware-ekben, akármikor, hogyha szeretném, mostantól rekre rá tudok kapcsolni egy új attribútumot, a posztot. Ezt csak TypeScript esetében kell megcsinálni. A JavaScript, ugye, mint mondtam, az egy ilyen nagyon flexibilis nyelv, ott meg tudod csinálni azt, hogy még nem is létezik ez az attribútum a rek alatt, de nyomsz egy pontot, poszt, egyenlő poszt, és még csak létre sem kell, nem is kell definiálnod sehol, hogy létezett valaha ez az attribútum a reknek. Hát ez egy ilyen, egy ilyen plusz lépés a TypeScript-nél, de ez azért jó, mert mindig mindenki, tehát amikor többen fejlesztünk egy projektet TypeScript-ben, mindig mindenki tudja, hogy mi is történik.
közben. Oké. Hát akkor most jönne az, hogy megvalósítjuk ugye a middleware-eket. Én ezt most odébb teszem. Igen. És nekem már meg is van ugye az egész. Na itt panaszkodik, hogy szedjük már be azt a csodálatos poszt osztályt. Mit csinálnak az egyes middleware-ek? Nézzük meg. Mielőtt megsiratnám magamat a hülyeségeimmel, kiszedem ezeket a next-eket. Yes. Jó. Pardon. Még egyszer. Nem mondod. Én ezt exportáltam a modellben. Ugye? Ez az az interfész. Nem exportáltam. Hát ez zseniális. Akkor csak ne vagyok. Majd átírom a tutoriában is ezt, hogy ne legyen ebből később probléma. Hát valaki újra akarja játszani az egészet. Na, jelenleg mit csinálnak ezek a middleware-ek? Mert láthatjuk, hogy elég jó sok kódot csináltunk. Ezeket én a lehető legjobb, hát úgy mondják ezt a best practice, tehát a best practice-ek alapján vettem le a dolgokat, hogy hogy is csinálunk egy CRUD alkalmazást. Nagyon jó módszer az, hogy így lehet ugye megszerezni valamit a Mongoose ORM-jén keresztül, amit nem is ORM-nek, hanem ODM-nek hívja a Mongoose. Tehát, hogy egy ilyen jó kis find függvényt hívva a poszton, megszerezzük az összes objektumot, és azt szépen lementjük a poszt helyi, vagy hát lokális változóba. Hogyha ez nem üres, akkor leküldjük. Ha üres, akkor azt mondjuk, hogy nem találtunk semmit. Tök jó. Ugyanezt csinálja a poszt, csak egy darabbal, és ilyenkor már a Mongoose-nak egy másféle interfész alapú függvényét használjuk, find by ID, és csak bedobjuk ezt az ID-t. Ez az, ahogy a params, tehát a params az az, amit én írogatok ide. Hogyha ide beírom azt, hogy per 1. Természetesen nem találjuk. Ez az 1, ez az ID. És a params közül az ID nevezeti paramétert szerezzük. Ugyanez történik, hogyha nem találjuk semmit, akkor oké. Create postnál megkapjuk, itt a req.body-t használjuk, ugyanis posztoknál ugye nincs mit leküldeni, ezt most jegyezzétek meg, hogy az nagyon beteg dolog, hogyha ilyeneket írtok, hogy itt az URL-ben írjátok le, hogy mi legyen a címe valaminek, hányos házi, meg ilyesmi most. Nem volt semmi. Nem referáltam senkinek semmilyen tárgyára. A Neptune az nagyon beteg dolgokat művel, például URL-ben küld be elég sok mindent, tehát hogy ne kövessük ezt, hanem használjuk akkor már a body-ját a dolgoknak. Erre például nagyon jó alkalmazás a Postman, hogyha szeretnénk saját kézzel leküldeni ilyen adatokat, és nem akarunk valamin keresztül küldeni. Tehát nem akarjuk kínozni a böngészőt ezzel, hanem saját magunk akarjuk megírni a leküldendő adatokat. Ugye mit kér? Title, Content, Disable Thumbs. Csak ezeket kéri, ezekből sem mindet. Azt mondom, ez a Postman ez arra képes, tudok a lekéréseket úgy megoldani, hogy hagyjál békén. Megfelelő URL-re, a body-ba megadni, hogy mit szeretnék leküldeni. Ez tök érdekes, mert ennek benne kéne lennie még egy ilyen.
Pillanat. Elmondom, hogy mit csinálok itt. Ez egy ilyen próba volt a legelején. Ezt mi is hagyom. Hagyom. Így mondjuk. Ez maradhat. Ezt leküldöm, akkor nem sikerült. Pass title is required. Body title. Húha! Igen, ezeket kihagytam, úgy tűnik. Szerettem volna még egy ilyen plusz post mögöttes fő attribútumot hozzáadni a dolgokhoz. Ezt is kijavítom. A izében, a doksiban, vagy prezentációban. Na most már működnie kell. Igen. Hát itt megkapjuk szépen a posztot, amit létrehoztunk. Ugye? Yeah. Mit csinálunk, hogyha sikeres? Nem ez kell nekem. Create post. Siker esetén next. Mit mondunk, mi van, hogyha sikerül létrehozni? Post, redirect post. Ja, hát ez az összes postnak az oldalára visz. És hát itt még mindig a dummy-k vannak, ugye, a példakódok. Na, hát most, hogy ki is próbáltuk ezzel a jó kis poszttal, én ezt most bezárom, mert nincs több szükségem rá. Innentől kezdve tök jó, elvileg működnek a dolgok. Az update poszt ugyanígy működik, csak itt a mongoose-nak egy olyan tulajdonságát csináljuk, hogy ugye az iPost az az interfész volt, beállíthatjuk az attribútumokat, és csak az attribútumok beállítása után nyomunk egy szévet, ezután széveli az adatbázisba a változtatott adatokat. És pörgök tovább, van még mondjuk 10 percünk. Thumbs up, thumbs down, ugyanezek történnek, csak éppen a más attribútum változtatásával a delete, az pedig hát a postnak egy ilyen jó kis delete használatát valósítja meg. És itt amúgy láthatjuk egy ilyet, hogy a posztot a delete-nél, például a thumbs down, meg az összes update-elős függvénynél nem az adatbázisból megszerezzük, hanem már egy meglévő változónak a felhasználásával csináljuk. Ezt láthatjuk ugye itt a middleware láncolatban, amikor update-elünk, thumbs up-olunk, azok előtt mindig megszerezzük legelőször a posztot. Ez tök jó, elvileg ezek után tök stabil már a middleware struktúránk, a teljes controller struktúránk. Elvileg azzal már nem kell többet foglalkoznunk. Az elméleti rész az úgy tűnik megvan. Hát csináljuk is meg, hogy grafikusan is lássunk dolgokat. Ez annyit jelent, hogy töltsük feladatokkal a megfelelő dolgokat. Az edit new, ez ugye megbeszéltük, hogy szeretnénk, hogyha nem, ha éppen az edit oldalon vagyunk, akkor ne csak egy üres formot lássunk, hanem töltsük ki előre a teljes formot. Itt ezt hagyjuk. Itt van a teljes formunk, itt kezdődik, és láthatjuk, hogy az első, ja igen, fun fact, Bootstrap library-t használtam a szép megjelenítés érdekében, hogy ilyen kis fancy, látványos legyen a weboldalunk. Én nem szeretek CSS kódot írni, csak ha muszáj. Láthatjuk, ha már tanultunk elég HTML-t, hogy a name-nek, a name attribútum az azt mutatja meg, hogy amikor megy a webszerverre az adat, akkor milyen objektum alatt és milyen attribútum alatt lesz elérhető az adat, amit felküld. Na, de hogyha be akarunk tölteni előre dolgokat, akkor a value attribútumba kell betöltenünk a dolgokat, és most én használom az EISS tudásomat, és ide belegenerálom azt az adatot. Ehhez használnom kell egy ilyen különleges jelölőrendszert, hogy ilyen jó kis százalékjeles tegek közé be tudom írni a beillesztendő, később legenerálandó adatot.
mi az az adat, amit szeretnék, ez a dinamikus adat, ami állandóan, általában változhat, ide pont a title-re van szükségem. Úgyhogy állítom a post title-jét. Ugye honnan kapjuk meg ezt a post title-t? Post controller, edit, az edit esetén pedig, olyaj. Igen. Ezt a végén. A végén megcsinálhatjuk azokat is. Tehát post nevezetű objektumból a title attribútumot fogjuk megszerezni ehhez. Contenthez, azt ide kell illeszteni, ahhoz a content nevezetű attribútumát. A mi az Istenhez, ahhoz pedig egy nagyon csúnya varázslatot fogunk csinálni, ugyanis van egy ilyen szörnyű tulajdonsága az EIS-nek, hogy még régebbi JavaScript verziót használ, ezért meg kell írnunk külön azt, hogy type of, itt keresünk hoztra, az, hogy disable, ennek a típusa az ne legyen undefined, ha nem az, akkor csak simán azt írjuk, mindjárt mondom, hogy miért ezt írjuk. Ha nem létezik, akkor hagyjuk. Most egyelőre csak annyit csinálunk, hogyha létezik ez a post, meg ennek a visible thumbs attribútuma, akkor azt fogjuk belekódolni, hardkódolni ebbe a HTML tagbe, hogy itt a value után lesz egy ilyen szócska, hogy checked. Így simán egy ennyi, hogy checked. Ez eddig nem jó, mert most akkor ez azt jelenti, hogy mindig checked lesz, mindig előre bejelölt lesz az a checkbox. Úgyhogy ezt a checkbox után még csinálunk egy olyat, hogy rákérdezünk, hogy ez igaz-e vagy hamis. Csak ennyi. Ez még egy ronda ternary conditional. Így. Hát ez ronda hosszú lett. Ez TypeScript-ban, vagy a legfrissebb JavaScript-ben sokkal rövidebb lett volna. Annyi, hogy ez itt a disable thumbs, kérdőjel, ugye az a null is coalescing, és egy üres string. Jó, elvileg ennyi is volt. Még pedig elvileg az edit oldalunk lelőre ki lesz töltve. Na most viszont a probléma az, hogy mi még nem töltjük le az edit oldalon ezt a posztot. Mármint a renderünknek. Nem itt, hanem itt. A renderünk egyelőre nem töltene be semmit. Úgyhogy mit csinálunk? Behagyjuk neki a posztot. Nem így, hanem a található posztot. Zseniális. Ez tulajdonképpen nagyon sok helyen, ahol a getPost megvan, ott érdemes használni. De is. Igen, csak szintaktikailag ne legyek hülye. Amikor a new keressük, akkor nem kell, nincs ott getpost. Getpost esetén viszont az összeset szeretnénk leküldeni. Számú típust írom. Itt is van egy getpost, úgyhogy valószínűleg szüksége van a renderünknek erre. Nem, mert ott redirectel is van, hülye vagyok, itt is redirectel, itt is redirectel, itt is redirect. Úgy tűnik, két helyen van szükségünk csak frontendben post adataira. Ez tök jó. Na most, végeztünk az edit oldallal. Szeretnénk, hogy az index oldalon is megjelenjen. Szerintem használ. Ó, na mindegy. Igen, hülyeséget csináltam, de erre van szükség. Nehogy aztán valami baromság történjen. Igen, ez az, amikor ezt most kipöröltem, ez azért történt, mert rájöttem, hogy azáltal, hogy arra kérdezzük rá, hogy a posztnak vajon az attribútuma undefined, akkor mi van, hogyha maga már a poszt is undefined, akkor meg kiakad az EIS és sír nekünk, mert még mindig 100 éves JavaScript-et használ. Ez van.
Egyébként érdemes másabb view engine-eket használni, csak azért használtam ezt az AIS-t, mert ez ilyen szép HTML tegeket használ. Még például a PUG, azt ajánlani, hogy nézzetek utána, az egy érdekes, úgy, mint a Python az indentáció alapján kezeli a kódodat. Na, töltsük fel akkor adattal az index oldalt is. Hogy fogjuk ezt csinálni? Hát én tegyük fel, hogy elfelejtettem, hogy az EIS-ben hogyan kell több, tehát hogy egy tömböt megjeleníteni. Hát így kell tömböt megjeleníteni. Azt csinálom, hogy az egyik dummy-t azt kitörlöm, mert nincs rá szükségem. Másik dummy-t, az pedig meg jó helyre teszem. Beteszem ennek a for each-nek a közepére. Mit csinál ez a for each? Megkapja az összes posztot, vagy minden posztra lefuttat egy függvényt. Na most mit csináljunk? Mit kell ide betölteni? Az adatokat, amiket megkapunk a poszttal. A posztnak a title-jét, és most az idő rövidsége miatt, mi? Ilyeséget mondom, mindegy. Csalunk, én már előre rákerestem, mivel, hogy hogyan lehet nagyon jól dátumokat megjeleníteni, ugyanis ez nagyon csúnya lenne, ha nem így jelenne meg. Magyarul szeretnénk, legyen mondjuk ez a two digit. Az. Többet magyaráztam volna, hogyha lenne rá idő, tehát mire van szükségünk? Figyeljük ide, hogy mikor készült. Pedig minden, amit itt most varázsolok, ez, ha valaki nem is találkozott ilyen dolgokkal, Google kell tanulni. Első évesek vagytok, tehát ez nagy részletek, gondolom. Meg kell tanulni azt, hogy akármi problémád van, az internet az első segítséged, rákeresel valami, de megakadtál, Stack Overflow, az elsődleges barátod, aztán onnantól kezdve, amit találsz, jó kis dokumentációk, meg ilyesmi. Elvileg ennyi a... Milyen vagyok? Meg kell változtatnunk ugye azt a címet is, hogy hova fog varázsolódni. És innentől kezdve okésak vagyunk az index oldallal. Most jön a nagy varázsos része, amikor megjelenítünk egy posztot. Hát elsődlegesen szeretnénk, hogy a poszt title megjelenjen. Akkor mondjuk kimásolom, hogy ugyanígy nézzen ki a... ...dátuma is. Tépet hagyjuk. Itt ugye nem a 16-os kell nekünk, hanem az, hogy hány fel. Tudunk van, mivel beszélek. Number. Így remélhetőleg érthető, hogy mi miért történik. Természetesen szakítsatok közben, vagy szakítsatok meg, hogyha valami már túl varázslatos, amit csinálok. Az edit button esetén az ID-t szeretnénk oda varázsolni mellé. A delete button az egy külön mese, de pedig a contentet szeretnénk holni. Nagyszerű. Elvileg ez is kész van. Nézzük meg, nem hagytam ki semmit, ami ilyen dinamikus adat is változhat. Úgy tűnik, hogy minden megvan. És elméletileg ezt kérte tőlünk a prezentáció is. Haha, igen, igen. Lezárásként nézzük meg, hogy működik-e a dolog. Hát ez az, amit létrehoztam a postmanből. Lehozzunk egyet létre saját magunk, hogyha nem csesztünk el valamit. Post is not defined. Hol? Post.title. Elnézést. Á, értem. Ez egy dolog. Tehát
Igen, hogyha 600 éves JavaScript-tel dolgozik az ember. Nem egy pont akart lenni. Ugye ugyanezt történt a post-disable thumbs-nál, hogy előtte meg kell néznünk, hogy egyáltalán létezik-e az a megfelelő változó, amin mi dolgozni akarunk, mert a new oldalon ugyebár üresen töltjük be a dolgokat, és itt tudjuk először kitölteni a dolgokat. Mi legyen a post? Is obsolete. Éppen tudom, mit tudom, én most mondtam valamit. Mit hozom ezt a posztot, és már láthatjuk is az összes poszt között, hogy létrejött a megfelelő posztunk. Megnézzük, hogy minden adat okése, ma történt meg, úgyhogy tök jó. Az edit esetén tudjuk editelni, és rendesen megváltozik minden. Ez annak köszönhető, hogy egy nagyon stabil middleware és kontroller struktúrát hoztunk létre. Könnyedén, gyorsan minden lefut. A delete button-t, azt most megnézzük ezt a jó kis JavaScript kódot, amit írtunk hozzá. Azt történik meg, hogy megszerezzük a DOM contentből a delete button-t, ami tök jó, hogy a UI designerünk már előre elnevezett egy ID-vel, majd pedig hozzáadunk egy event listener-t, hogyha rákattintanak erre a gombra, akkor fusson le ez a következő függvény az ID-vel. Az ID-t honnan szerezzük meg? Hát észrevehető, hogy mindig ott van az URL-ben, úgyhogy azt csináljuk, hogy van egy ilyen jó kis, ezt így Stack Overflow-ról valahonnan egyszer megszereztem, azóta ezt használom, megszerzem azt a kódot, és meg is van ugye az ID ebből, mert a perjel utáni anyag kell nekem csak. Hát ez a fetch, ez egy külön művészet ennek a használata. Az optionök közé bedobtam, hogy delete-ként fusson le ezen az URL-en a kérésem, és hogyha valami baj van, ugye, akkor ezt kiírjuk a konzolra. Nem ezt akartam. Ez megszokás. Konzolunk az ugye itt található a böngészőben. Különben, hogyha minden sikeres, ez egy ilyen promise struktúra. A promise-t azt szerintem jövő alkalmon elmagyarázom, mert szerethető dolog. Akkor átvezetjük a weboldalunkat a posts oldalra. Minden más esetben csak frissítünk. Ugyanezek történnek az up és downvote gombok esetén. Nézzük meg, hogy működnek-e. Hát úgy tűnik, hogy hülye vagyok valahol. Nézzük meg, hogy nem problémázik-e valami. Dehogy nem. Valamit rosszul oldottam meg. Post is not defined. Aki már menne vacsorázni, az nyugodtan, mert ez az utolsó dolog, ez már csak ilyen extra. Thumbs up button, van egy idénk hozzá. Megszerzi az index.ts-t vajon? IDS footer per index.ts. Nézzük a hálózatunk. Igen, most jön a debugolás, ilyen fogyatékos debugolás, ahogy én szeretem hívni, amikor is a böngészőt kínozzuk a helyet, hogy valami rendes debugolási módszert találnánk erre. Megnézzük a tárolóban, hogy van-e a... Nem a tárolóban. Megkapta-e a megfelelő anyagokat, amiket szerettünk volna. Hol van a JavaScript? Ez a Bootstrap JavaScriptje. Nem kapja meg. Az is lehet. Ki találkozott már ilyenekkel, az nyugodtan beleszólt.
Na, mielőtt sírásba kezdenénk. Aha. Ez az egyetlen egy oldal, ahol szeretnénk azt a JavaScript-et lekérni. Ez, hogy mármint, hogy beinkludolni. Ez az az egyetlen egy oldal, ahol szeretnénk, hogy létrejöjjön a JavaScript-eg. Ha! Itt van. Not found. De jó. rindex.js. Ja. Igen, mert nem ezután keressük az index.js, mert ugye azzal, hogy nem tettem oda a pontot, a pont az a lokális, az itteni, nem is az itteni, hanem a public mappában lévő dolgokat keresi, és ez pont a public mappában, nincs a public mappában, azért van a probléma. Aha, mert így is működni kell. Mert ugye azáltal, hogy használjuk az Express a statik nevezetű middleware-ét, ugye úgy is csinálhatjuk, hogy az addressünknek a közvetlen útjába csak beírjuk ezt, hogy index.js. Most nem tudom, hogy mire gondolok. Igen, így meg is kapjuk szépen. Amit akartunk most kipróbálni, hogy működik-e a downvotolás. Yes, működik. Úgyhogy elvileg minden működik. Azt mondom, hogy nem ezt tőlem, hanem a másikat, mert ezt nem szeretem. Megkérdezzük szépen, hogy szeretnénk-e tényleg törölni. Oké, minden működik. Akartam-e én még valamiről mesélni? Nem. Nagyszerű. Na hát, azt hiszem, a hibák nélküli verzió van fenn a GitHub-os repóban. A neve. Igen, szerintem itt rendesen teszteltem, és csak amikor összeraktam a prezentációt, abba estek problémák. Úgyhogy ez alapján újra dolgozom a prezentációt, és szerintem itt lezárhatjuk ezt a történetet, ugyanis végeztünk egy kellemesen működő Express alkalmazás fejlesztésével, és hát én itt most szépen akkor megköszönöm a figyelmeteket,